Köszöntök mindenkit! A mai alkalommal a 30 éves Hubble űrtávcsőről lesz szó, azon belül is, hogy naprendszerünkről milyen érdekes új eredményeket adott ez az nagyszerű űrteleszkóp, a naprendszer, ahogyan a HST látta. Az előadás eredetileg a Kulin György Csillagászati Szabad Egyetem keretében került volna sor 2020. március 31-én a Magyar Csillagászat Egyesület Óbudai Poláris Csillagvizsgálójában, de sajnos a koronavírus járvány miatt az előadást nem lehetett élőben közönség előtt megtartani, ezért így módon videófelvétel formájában került rögzítésre. Ezen a beállító ábrán látható, hogy a kép minősége megfelelő, a beállítás jó, és kezdhetjük az előadást. A Poláris Csillagvizsgáló honlapján megjelent hirdetés szerint a csillagvizsgáló bizonytalan ideig zárva tart. Ez azt is jelenti, hogy az előzetesen már meghirdetett programok vagy egy későbbi időpontban lesznek megtartva, vagy pedig videó formájában lesznek rögzítve. A Csillagászati Szabad Egyetem tavaszi előadásai között két olyan előadás is szerepel, amely a Hubble űrteleszkóp 30 éves működésének legérdekesebb, legfontosabb eredményeit foglalja össze. Az előadásom, ez az előadás, amely a naprendszerrel kapcsolatos eredményeket foglalja össze, illetve Szabados László kollégám előadása, amely a 30 éves Hubble űrtávcső nem remélt, nem várt sikereit ismerteti. A Kulin György tiszteletére és emlékére elnevezett Kulin György Csillagászati Szabad Egyetem 2020. évi tavaszi programjában, a Poláris Csillagvizsgálóban igen érdekes és tartalmas előadások szerepeltek. Ezeknek csak nem a felét sikerült megtartani, eredeti szokásos élő előadás formájában, azonban a második felét az előadásoknak sajnos nem sikerült megtartani. Ezek között volt a Hubble űrtávcső 30 éves évfordulójával kapcsolatban két előadás. Az első előadásban az űrtávcsővel a naprendszerről 30 év alatt összegyűjtött érdekes eredményeket ismertettem volna. A második előadás Szabados László kollégám tartotta volna, amelyben az űrtávcsővel a nem várt és új, nem remélt eredmények kerültek volna bemutatásra. Kulin György 1905-ben született és 1989-ben halt meg. A magyar csillagászat kiemelkedő egyénisége, aki a csillagászat baráti körét, illetve a Magyar Csillagászati Egyesületet alapította. Akik koruknál fogva nem ismerhették, mert fiatalok, illetve azok, akik akkoriban nem érdeklődtek a csillagászat iránt, nem ismerhették munkásságát, illetve nem találkozhattak vele, azoknak egy aránylag kevésbé ismert festményt mutatok be, amelyet Bihari Pul Levente festőművész festett, és Kulin Györgyöt időskorában ábrázolja az 1980-as években. Ezen a képen Kulin György előadás közben látható, amelyet a csillagászat baráti köre 1970-es zalaegerszegi találkozóján tartott. Kulin György vitathatatlan érdeme az, hogy volt koncepciója a csillagászati ismeretterjesztésben, nevezetesen a galilei élmény átadása a nagy közönségnek, széles tömegeknek, a tanuló ifjúságnak, valamint sok kisméretű távcső szétterítése az országban, amelyek által a galilei élmény elérhető. Továbbá a magyar amatőr csillagászati mozgalmat megteremtette, támogatta, mint a TIT budapesti uránia csillagvizsgáló igazgatója és a csillagászat baráti körének elnöke. Emlékét többek között az Óbudai Poláris Csillagvizsgáló falán emléktábla őrzi, amelyet a Magyar Csillagászati Egyesület állított 2015-ben. Most a Hubble űrtávcső eddigi 30 évéről lesz szó, azon belül is, milyen eredményeket értünk el az űrtávcső segítségével a naprendszer kutatásában, megismerésében. Egy történeti visszatekintéssel fog kezdődni az előadás, utána a Hubble űrtávcső műszerei lesznek ismertetve röviden,
vázlatosan. Milyen eredményeket értünk el a nagybolygók és holdjai megismerésében innen a Föld körüli pályáról a Hubble űrtávcső segítségével, a törpebolygókról mit tudtunk meg, a naprendszer kis égitesteinek megismerésében mivel járult hozzá a Hubble űrtávcső, nevezetesen a kisbolygók és üstökösök tanulmányozásában. Bizonyos hold megfigyelésekről is szó lesz, és kitérünk arra nagyon röviden, hogy mi várható az űrtávcsövek, legalábbis az optikai tartományban működő űrtávcsövek fejlődésében a Hubble űrtávcső után. A Hubble űrtávcső a világegyetem tanulmányozására hivatott, arra készült. Föld körül pályán keringve a földi légkör zavaró hatásait kiküszöbölve tudja végezni megfigyeléseit. A világegyetem hatalmas, változatos, sok és sokféle objektum van benne. A naprendszer a világegyetemnek csak egy parányi része, és mégis rendkívül sok és sokféle objektum van itt a kozmikus szomszédságunkban is. Mindezeket az objektumokat a Hubble űrtávcső is megfigyelte az eddigi 30 éves működése folyamán. A Hubble űrtávcsővel készített szép képfelvételekből akár egy kiállítást is lehetne összeállítani, a Hubble festővásznát lehet így szemléltetni. Itt a kép is ezekből az objektumokból mutat be példákat, a tejútrendszer objektumaiból, a naprendszer objektumaiból többek között, illetve a távoli extragalaktikus objektumokat is bemutat a kép. A képek az interneten hozzáférhetők, ismeretterjesztő filmek, filmsorozatok készültek a Hubble űrtávcsővel kapcsolatos eredményekből, illetve szép felvételekből. Néhány képben szeretném összefoglalni azt, hogy hogyan jutott el az ember arra a gondolatra, hogy távcsövet kellene elhelyezni a világűrbe, ha nem is feltétlenül földkörüli vagy napkörüli pályára, de akár egy szilárd felszínű égítés felszínére, mint például a Holdnak a felszínére. Az az első elképzelés, hogy távcsövet lehetne elhelyezni a világűrben, a földi légkörön kívül, Wilhelm Wolf Beer berlini bankártól és munkatársától Johann Heinrich von Mädlertől származik, akik a Marsot és a Holdat észlelték Beer által épített magánobszervatóriumban kis távcsövekkel. Beernek lencsés távcsövei voltak többek között, amelyekkel a Marsot is és a Holdat is megfigyelték, térképezték. A Holdról egy térképet és egy könyvet adtak ki Mappa Selenographica, illetve Dermond címen 1834 és 37 között, és a könyvben egy rövid rész foglalkozik azzal a elképzeléssel, hogy a Hold felszínére egy csillagvizsgálót lehetne telepíteni. Nem foglalkoznak részletesen azzal, hogy hogy néznek ez a csillagvizsgáló, milyen műszerei lennének és hol lenne ez a Hold felszínén, de az ötlet, koncepció Beertől és Mädlertől származik 1837-ből. A képen a Beer és Mädler által szerkesztett holdtérkép és Holdról szóló könyv fedlapja és első címlapja látható. A könyv 1837-es kiadásában van egy rövid rész arról, hogy esetleg a Hold felszínére lehetne egy csillagászati obszervatóriumot telepíteni, ahonnan a földi légkör zavaró hatásait kiküszöbölve lehetne csillagászati megfigyeléseket végezni. A csillagvizsgáló egyéb részleteiről, technikai megvalósításáról nincs szó a könyvben, de mindenféleképp ez az első utalás és felvetés arra dokumentálhatóan, hogy űrtávcső lehetősége felmerült. A Holdra telepítendő csillagvizsgáló vagy csillagászati távcsőnek a ötletének tovább gondolása, újra gondolása a modern technikai fejlődés figyelembevételével 1965-ben került ismét elő a Galaxy Science Fiction című folyóirat hasábjain Willy Ley tollából. Felvetette, hogy a holdfelszíni obszervatórium és távcső esetleg holdbázisra való kapcsolattartásra relé holdakat, átjátszó holdakat lehetne telepíteni, amelyek pályára kétfélét javasolt. Az egyik pálya egy elnyújtott ellipszis pálya lett volna, a másik
lehetőség pedig a Holdhoz közeli közelkör alakú pálya. A Hold köré telepített átjátszó reléhold meg is valósult nemrégiben, 2018-ban a Chang'e 4 Hold túlsó oldalán leszállt kínai holdszonda leszállóegység és roverrel való kapcsolattartásra egy reléholdat bocsátottak föl, amely a Hold túlsó oldaláról az ott tevékenykedő kis lander és roverről a jeleket a Föld felé továbbította. A Holdra telepítendő csillagászati obszervatórium, illetve csillagászati távcső lehetőségéről, a technikai megvalósíthatóságáról, illetve a felmerülő technikai problémákról és várható előnyökről Donald Menzel írt egy rövid cikket a már említett Galaxy Science Fiction című folyamat 1965. júniusi számában. A Holdra telepítendő obszervatórium vagy távcső, illetve kisebb holdbázis lehetőségéről pedig Robert Richardson írt szintén ugyanebben a folyamat számban, és egy térképet is mellékelt, hogy hol javasolja elhelyezni ezt a fiktív obszervatóriumot. Robert Richardson a már említett Galaxy Science Fiction című folyamatban írt cikkében javaslatot tesz arra, hogy a Holdon hol kellene elhelyezni azt a csillagvizsgálót, csillagászati távcsövet vagy kis holdbázist, amelyből csillagászati megfigyeléseket lehetne végezni. Ő a Hold egyenlítője közelében az Agrippa kráter, illetve Higinus Rianás vidékén helyezné el ezt a kis csillagászati obszervatóriumot, ahonnan a déli és északi égbolt egyaránt hozzáférhető, illetve a Hold felszíni terület űreszközökkel könnyen elérhető egyenlítő közeli pályáról. Az Agrippa kráter és Higinus Rianás a Holdi egyenlítő közelében a Rükül holdtérkép 34-es számú térképlapján látható a jobb oldalon, a bal oldalon pedig az egész Hold felszín látható, ahol a 34-es számú térkép a Hold egyenlítő körzetét mutatja. Ahhoz, hogy valóságban megvalósulhasson egy űrtávcső eljutatása a világűrbe, sőt, egy más égitestnek a felszínére, például a Holdnak a felszínére, a rakétatechnikának, a hordozóeszközöknek a fejlesztésére volt szükség. A modern űrkutatás, a komoly űrkutatás űrtechnika alapjait meg kellett teremteni, le kellett rakni. Ezeknek a technikáknak az úttörői Konstantin Eduardovics Tsiolkovsky, Hermann Oberth és Robert Goddard voltak. Tsiolkovsky és Goddard megalkották a többfokozatú rakéta, hordozó rakéta elvét. Hermann Oberth a mi szempontunkból azért is fontos, nem csak a rakétatechnika fejlődése és fejlesztése szempontjából, hanem azért is, mert ő írta le először, hogy egy a légkörön túlra telepített csillagászati távcsővel milyen előnyökre lehet szert tenni a világegyetem megismerésében a földi atmoszféra korlátozó, akadályozó tulajdonságait, zavaró hatásait kiküszöbölve. Hermann Oberthnek magyar vonatkozása is vannak, hiszen Erdélyben, Nagyszebenben született, erdélyi szász családban, és fontos, alapvető művet írt az űrkutatásban, űrtechnikában, Die Rakete zu den Planetenraumen címmel, amely 1923-ban Berlinben jelent meg. Hogy szemléltessük a könyv hatását, el kell mondani, hogy Wernher von Braun is ezt a könyvet olvasta és tanult belőle, és nagyon sokat hasznosított belőle, innen szerezte az alapismereteit a rakétatechnikáról, illetve később Lyman Spitzer 1946-ban ide nyúlt vissza erre a könyvre, és felvetette egy a Föld körüli pályán keringő űrteleszkóp lehetőséget, amely kétségtelenül előnyös lett volna a csillagászatban a földi légkör zavaró hatásait kiküszöbölendő.
hogy milyen hatásai voltak Wernher von Braun tanulmányaira és későbbi pályafutására Hermann Oberth által írt könyvben olvasottak, azt a következő ábra szemlélteti. Ettől függetlenül Wernher von Braun kapott egy távcsövet az édesanyjától, amely egyáltalán a csillagászat közelébe kerülhetett, és Wernher von Braun alapjába véve a Holdra akart eljutni, vagy egy olyan eszközt akart tervezni és készíteni, amely képes eljutni a Holdra. Ez volt a fő célja. Matematikát, fizikát, rakétatechnikát tanult. Berlini Műszaki Egyetemre jelentkezett. Mindenféleképp az Oberth által írt könyv, ez segített abban, hogy érdeklődése mélyebben forduljon a matematika és a fizika felé, és az matematika és fizikai ismereteket elmélyítse, különös tekintettel a rakétatechnika alapjaira. Később részt vett az Apollo programban, és megalkotta a Saturn 5 rakétát a munkatársaival, és oroszlán része volt az amerikai holdprogram sikerében, és hogy az időben létre tudott jönni, és el tudta jutatni az embert a holdra. Hermann Oberth az 1923-ban megjelent könyvében kitér arra, hogy érdekes és fontos lenne, és lehetőség lenne az űreszközök segítségével, hordóeszközök megfelelő fejlettségi szintjén, egy űrtávcsövet juttatni a világűrbe, például föld körüli pályára, amely számos előnnyel rendelkezik a föld felszíni csillagászati távcsövekhez képest, hiszen a föld légköri zavaró hatásait kiküszöbölve a sűrű földi légkörön túl végzi keringéseit, és tudja megfigyelni az égitesteket. Így például az űrteleszkópokat tetszőleges méretben lehetne készíteni, hogyha a hordozóeszközök megfelelő fejlettségűek, megfelelő méretűek és teljesítményűek. A földi légkör nem zavar, nem nyeli el a fényt, nem torzítja az égitesteknek a fényét. Ultraibolya tartományban a teljes ultraibolya ablak nyitva van, a földi légkörben csak a közeli ultraibolya és a optikai tartomány, látható tartomány közelső részből látni valamit, elég zavartan a földi légkör által. Energia elnyelés nélkül történhetnek mérések, a bejövő fény az elnyelődés nélkül mérhető, mert nincs földi légkör. Az égitestek fizikai és kémiai tulajdonságai pontosan meghatározhatók egy földön működő eszközhöz képest, hogyha az űrteleszkóp a világűrben keringve végzi a méréseket, megfigyeléseket. Ez a kép a földi légkör spektrális ablakait mutatja, azokat az ablakokat, amelyek nyitva vannak az elektromágneses hullámok számára. A világűrből érkező elektromágneses sugárzás vagy hullámok akadálytalanul vagy minimális gyengítettséggel le tudnak jutni a látható színkép tartományban, ahol például itt a Hubble űrtávcső fel van tüntetve, működik, vagy a földfelszíni optikai távcsövek tudják megfigyelni az égitesteket. A látható fénytartománynál hosszabb hullámosszak az infravörös tartomány részei. Ezekben bizonyos ablakok vannak, bizonyos ablakok pedig nincsenek nyitva a földfelszíni távcsövek számára, ezért már az infravörös távcsöveket is a világűrbe a földi légkör fölé kell helyezni, hogy akadálytalanul tudják érzékelni az objektumokat. Viszonylag széles tartomány a rádiótartomány, amelyben szintén egy széles ablak áll nyitva a földfelszíni rádiótávcsövek számára, de bizonyos ablakokban azért nem átlátszó a rádiótartomány sem, főleg itt a milliméteres, szubmilliméteres tartomány környékén zavar a légkör, és az egészen hosszú rádió hullám tartományok sem nyitottak a rádió hullámok számára. Rövidebb hullám tartományában elég rossz a helyzet a földi megfigyelők számára. A földi távcsövek csak egy picit a közeli ultraibolyát tudják vizsgálni, érzékelni, ami közel van a látható fénytartományhoz. A röntgen és a gamma
sugárzás és hullámok tartománya nem hozzáférhető a Föld felszíni távcsövek számára. Ezeket a hullámokat csak gamma csillagászati és röntgen csillagászati űreszközökkel, űrtávcsövekkel, érzékelőkkel lehet megfigyelni. Lyman Spitzer 1946-ban a Yale Egyetem asztrofizika professzora volt. Visszatért a Hermann Oberth által 1923-ban írt javaslathoz, miszerint érdemes lenne egy űrtávcsövet a világűrbe telepíteni, hiszen akkor a földi légkörzavaró hatásai nem érvényesülnek. Abban az időben 1946 tájékán kezdett működni a 5 méteres Hale teleszkóp Palomar-hegyen, és Spitzer tovább lépésre ösztönözte az, hogy tovább gondolja, hogy a földi légkör zavarolásait kiküszöbő teleszkóp lenne a következő hasznos lépés a csillagászati megfigyelések fejlődésében. A Sputnik 1 1957. október 4-i fellövése előtt, tehát 11 évvel, vagyis az űrkorszak megkezdése előtt 11 évvel Spitzer felvetette és megalapozta egy űrteleszkóp konkrét elindításának lehetőségét. Végül is a megvalósult Hubble űrtávcsövet nem róla nevezték el. Spitzerről az infravörös obszervatóriumot, a NASA infravörös obszervatóriumát nevezték el, amely 2003. augusztus 25-én indult útjára, és egy 85 cm-es tükrös távcsövet vitt magával, infravörös érzékelőkkel, amelyel az infravörös égbolton nagy jelentőségű felfedezéseket tett. Jó. 1957. október 4-én a Szovjetunió felbocsátotta a Sputnik 1-et. Ez volt a Föld első mesterséges holdja, és kezdetét vette az űrkorszak. Ezt követően 1958. január 31-én útnak indult az amerikai Explorer 1. A NASA 1958. október 1-én megalakult. A NASA-nak fontos szerepe volt az űrsikló, vagyis űrrepülőgép kifejlesztésében és útjainak tervezésében. Többek között az űrsiklók fontos szerepet játszottak a későbbi Hubble űrtávcső és annak nagy javításai szervizmissziói során. Lyman Spitzer neve mellett, aki egyébként az űrteleszkóp ötletgazdája volt, fontos megemlíteni Nancy Grace Roman nevét, akit az űrteleszkóp anyjának is neveznek. Nancy Grace Roman több NASA űrteleszkóp programban vett részt, illetve annak vezetője volt, továbbá más űrprogramokban is részt vett a NASA-nál. A legfontosabb ilyen tevékenysége az űrteleszkóp, a Hubble űrteleszkóp programjának előkészítése volt a 60-as, 70-es években. 1979-1997-ig pedig a NASA Goddard űrközpontjában dolgozott. Kulcs szerepe volt az OZO, tehát Orbiting Solar Observatory, vagyis keringő napfizikai napmegfigyelő obszervatórium programjának a kidolgozásában, és az OZO-1 programjának vezetője volt. A bal felső képen itt látható az OZO-7 modelljével, ez volt az utolsó OZO-szonda, amely 1971 és 74 között repült. Az első OZO-szonda pedig 1962-től 1981-ig tevékenykedett akkor. 1981-ben tért vissza a légkörbe. Az alsó képen, itt a nagy képen, a OZO-1 irányító pultjánál, a konzol mellett tevékenykedik 1962-ben, a jobb oldali kis kép pedig az OZO-7 napkutató szondát ábrázolja, tehát Nancy Romannak is jelentős szerepe volt Lyman Spitzer mellett az űr teleszkóp programjának kidolgozásában. Felmerülhet a kérdés, hogy a Hubble űrtávcső előtt voltak-e már kamerák, illetve távcsövek, akár balonra, rakétára, vagy más korábbi űrteleszkópokra szerelve, amelyek
különböző hullámosszakon különböző égitesteket tudtak megfigyelni. Az itt bemutatott felsorolásból látszik, hogy 1949-ben egy átalakított FAU-2 rakéta a nap röntgensugárzását detektálta. 1959. október 7-én a Luna 2 a világtörténelemben először lefotózta a hold túlsó oldalát. Itt fototelevíziós kamerákat használtak. 1950 és 59-ben a Stratoscope 2 ballontávcső, egy 12 üvegkes ballontávcső a napgranulációját tudta fotózni ritka légkörben, gyakorlatilag a földi légkör zavaró hatásait kiküszöbölve. 1962-ben volt az Ariel 1 röntgen teleszkóp. A már említett OZO, vagyis Orbiting Solar Observatory, tehát keringő napobszervatórium, napmegfigyelő obszervatórium, a NASA-nak a napmegfigyelő mesterséges holdja volt, és több ilyen is repült, összesen 7, és a nap flareket is tudta detektálni, illetve lokalizálta a gamma forrásokat. 1963-ban a Stratoscope 2 ballon 36 hüvelykes távcsővel rendelkezett, és 1971-ig 8 ilyen ballont bocsátottak fel, bolygóholdak, galaxis magokat sikerült megfigyelni. Az Orbiting Astronomical Observatory OAO 1-2-3 mesterséges holdja, távcsöve, amelynek nevezetes tagja a Copernicus nevű mesterséges hold, tevékenykedtek és ultraébőr tartományban figyelték a különböző égitesteket. 1970-es években az Aerobi rakéták csillagászati megfigyeléseket végeztek. Az Apollo 16 hold felszínéről távoli ultraébőr tartományban készített felvételeket az égboltról. Meg kell jegyezni, hogy egyébként a szovjet Szajúz és Szajut űrhajók, űrállomások fedélzetén is voltak kisebb-nagyobb kamerák, amelyek az ultraébolya égboltot figyelték meg, rögzítették. Az Aries rakéta a NASA-nak egy csillagászati megfigyelő rakétája volt. Az Uhuru Röntgenhold, Explorer 42 pedig röntgentávcső. A Soyuz Apollo programban extrém ultraébolya tartományban végeztek megfigyeléseket, például törpenóvákat 1975-ben. 1978 és 96 között működött nagyon hosszú ideig és nagyon eredményesen az IUE, vagyis IUE ultraébolya űrtávcső. Az IRAS volt az első infravörös űrtávcső 1983-ban. A 70-es években, mint már említettem, a Soyuz optikai és ultraébolya megfigyeléseket végeztek az űrállomások és űrhajók fedélzetéről. A Skylab amerikai űrállomás optikai ultraébolyás röntgentávcsővel figyelte az égboltot, illetve elsősorban a napot. A következő három dián a Hubble űrtávcső rövid történetét mutatom be Dióhéjban, a legfontosabb események és mérföldkövek felsorolásával. 1946-ban Lyman Spitzer újra gondolta, továbbfejlesztette Hermann Oberth által felvetett gondolatot, hogy szükséges lenne egy olyan űrtávcső, amely a földi légkörén túlról végez csillagászati megfigyeléseket, és nem zavarja a megfigyeléseket a földi légkör. 1962-ben az Amerikai Nemzeti Tudományos Akadémia támogatta az űrteleszkóp koncepcióját, de ez még nem jelentett közvetlen anyagi támogatást a megvalósításhoz. 1965-ben állt fel az első munkacsoport, amely megalkotta, definiálta az űrteleszkóp programját. Ennek tagja volt Nancy Roman is, aki tulajdonképpen jelentős szerepet játszott Lyman Spitzer mellett az űrteleszkóp gondolatának továbbvitelében, kidolgozásában, tervek megalkotásában. 1974-ben állt fel az első munkacsoport,
és itt már nem űrteleszkóp, hanem nagy űrteleszkópnak nevezték a távcsőt, hiszen egy 2,4 méteres tüköráltmérő távcsőről volt már szó akkor a tervekben. 1976-ban NASA és az Európai űrügynökség, az ESA megállapodást kötött az űrteleszkóp programban való együttműködésről, és az ESA a költségek és munkák 15%-ával járult hozzá a megvalósításhoz. 1977-ben az amerikai kongresszus támogatja az űrteleszkóp programját, és egyben az LST, vagyis a Large Space Telescope, a nagy űrteleszkóp megépítését. Ez egy fontos lépés volt, ez biztos anyagi alapokra helyezte a program tervezését és az előkészületeket. 1979-97-ig Nancy Roman vezető szerepet játszik az űrteleszkóp és más űrtávcsövek megvalósításában. 1979-ben az űrhajósok megkezdték a felkészülést a szerviz missziókra, ekkor már előkészítés alatt állt a Space Shuttle és az amerikai űrrepülőgépnek a programja és megvalósítása. 1981-ben a Space Telescope Science Institute-ot megalapították, Baltimore-ban, Marylandben van a mai napig is, és kulcsszerepet játszik a HST programjának alakításában, a programok elfogadásában, menedzselésében, együttműködve a NASA Goddard űrközpontjával. 1983-ban az LST, vagyis Large Space Telescope-ból, Nagy Space Telescope névből, HST, vagyis Hubble Space Telescope, Hubble űrtávcső lesz. Edwin Hubble amerikai csillagász emlékére és tiszteletére, aki úttörő szerepet játszott a csillagászat történetében az extragalaktikus távolságskála megalkotásában, a világegyetem nagy léptékű szerkezetének vizsgálatában és a kozmológiában. Ez egyébként a Hubble űrtávcső kulcsprogramja lesz a jövőben. 1985-ben elkészül az űrtávcső tükre, 2,4 átmérőjű főtükör. A készítése 1978-ban kezdődött, és 1985-ig tartott tehát. 1986 októberére a tervezett fellövés időpontja lett volna, de a Challenger űrrepülőgép januárban bekövetkezett katasztrófája miatt ez a sajnálatos esemény megakadályozta, hogy 1986-ban útnak induljon az űrtávcső. 1990. április 21-én tudott útnak indulni az STS-31-es űrrepülőgép küldetés. A Discovery űrrepülőgép rakterében volt elhelyezve a Hubble űrtávcső, amely 1990. április 25-26-án állt végül is pályára, hosszabb pályaraállítási és előkészítési manőverek után. 1990 és 93 között, 93. decemberig pontosabban, degradált, rossz minőségű, optikailag hibás tükörrel működött az űrtávcső, és a széles látószögű bolygókamera első változata készítette a képfelvételeket. Más kamerák is és műszerek is voltak, de ez volt az egyik az, amit 1993. december elején egy újabb űrrepülőgép misszióval, az első szerviz misszióval lecseréltek. 1993. decemberében volt tehát az első szerviz misszió, az STS-61 Endeavour űrrepülőgéppel, amikor egy korrekciós optikát szereltek be az űrtávcsőbe, tulajdonképpen szemüveget kapott idézőjelben az űrtávcső, amellyel a főtükör optikai hibáját tudták korrigálni, illetve egy új minőségű, széles látószögű bolygókamera került elhelyezésre, a VFPC-2, és a VFPC első változatát pedig visszahozták a Földre.
1997-ben volt a második szervizmisszió, az STS-82 Discovery űrrepülőgép fedélzetén vitték a csere alkatrészeket és hozták vissza a csere műszereket. A Goddard nagylátómezőjű nagy felbontású spektrográfot, illetve a halvány objektumokra készített spektrográfot cserélték le, a STIS és a NICMOS műszerek, tehát képalkotó kamerák az optikaiban, illetve a közeli infravörösben. 1997-ben a HST eredetileg 15 évre tervezett működését 20 évre meghosszabbították. A Hubble űrtávcsőhöz tervezett harmadik szerviz missziót két részre bontották, amelyek elnevezése 3A és 3B lett, és két különböző időpontban hajtották azokat végre. 1997-ben került sor a 3A jelű misszióra, az STS-103 Discovery űrrepülőgép programja keretében, amelynek során giroszkópokat cseréltek, központi számítógépet, új elektromos modulokat kapott a bizonyos műszerrendszerek, és az energiaellátó egységet is cserélték. A 3B misszióra 2002-ben került sor az STS-109 Columbia űrrepülőgép programja során, és ekkor új napelemtáblák kerültek a régi helyére, egy új kamera is került, a Find Objectum, tehát a halvány objektumokat fényképező kamera helyére. Ez az új kamera az ACS, és Advanced Camera for Surveys, azaz fejlett kamera az égbolt felmérésre nevét viseli. 2003-ban történt a sajnálatos Columbia űrrepülőgép katasztrófa, és ez az esemény, ez a tragikus esemény kérdésessé tette a további HST szerviz missziókat, és egyébként az űrprogrammal kapcsolatban is kérdések merültek fel. 2005-ben törlik az űrrepülőgép programjából a HST szerviz missziókat. Ezzel veszélybe került a Hubble űrtávcső. Ezt tetézte, hogy 2005-ben a 6 giroszkóból csak 2 működött, ez a két giroszkópos üzemmód. 2006-ban még egy szerviz misszióra volt lehetőség, tehát változott a NASA-nak a alaphozzáállása. 2009-ben sor is került a 4-es számú szerviz missziója, amely miután a 3-as szervizmisszióra két részre osztották, ez az 5. szervizmisszió is volt, és egyben az utolsó szervizmisszió a Hubble űrtávcsőhöz. Ez az STS-125-ös Atlantis űrrepülőgép útja során valósították meg, amikor is új kamera került föl a Hubble-höz, a VFPC-2, tehát a 93-ban beszerelt Whitefield Planetary kamera helyére, ez az új kamera a VFC-3, tehát a Whitefield kamera 3, és fölkerült még a COS, vagyis Cosmic Origin Spectrograph, amely tulajdonképpen kozmológiai, spektroszkópiai mérések végzésére volt alkalmas. Javították a még fent levő STIS, tehát spektroszkóp és imaging spektroszkóp műszert, ami az optikaiban működik, és az ACS-t is, vagyis a Advanced Camera Survey, tehát a fejlett kamera égbolt felmérésre műszereket is, továbbá akkumulátorokat cseréltek. A mai napig működik a Hubble űrtávcső. Szervizmisszióknak az volt a jelentőség, ezek nagyon jelentős hozzájárulásai voltak az űrrepülőgépnek a űrcsillagászathoz, űrcsillagászati programhoz, a Hubble programjához. Az volt a jelentőségük, hogy a Hubble űrtávcső így lett a nagy túlélő a űrtávcsövek között. A Hubble űrtávcső tükrét a Perkin Elmer cég készítette, amelynek alapítói Charles Elmer 1872 és 1959 között élt, Richard Scott Perkin pedig 1906 és 1969 között élt. A két alapító fotója az 1950-es évekből származik.
A kép jobb felső sarkában látható a Hubble űrtávcső főtükre, amely 1979-ben készült képen épp az ellenőrzés, illetve csiszolás közben látható. A Hubble űrtávcső tükrének elkészítéséért két nagy cég is versengett. Egyik a Perkin-Elmer, a másik a Kodak volt. Végül is azért került a Perkin-Elmerhez a távcső tükrének elkészítése, mert nagy múltja és tapasztalata volt nagy méretű, pontos képalkotó optikák készítésében. Erre referencia példa volt KH9 hexagon felderítő, vagyis kémű mesterséges hold rendszernek a optikáinak a kifejlesztése és elkészítése. Ezek a mesterséges holdak alacsony földkörüli pályáról készítettek képeket a világ különböző tájéről hadászati céllal, katonai felderítő mesterséges holdak voltak amerikai részről akkor, és nagyon fejlett technikával rendelkeztek, amelynek optikáját a Perkin-Elmer cég készítette. Egy képet kapjunk arról, mekkorák voltak és milyen teljesítmények voltak ezek a referenciaeszközök a Perkin-Elmernek. A baloldali képen látható az ember méretéhez képest mekkora mesterséges holdakról volt szó, nagyméretű képalkotó optikákkal és ahhoz tartozó nagyméretű optikai elemekkel. A jobb oldali képen pedig egy eredményt láthatunk, amelyet közzítettek. Ez a Moszkva melletti Domogyedovói repülőtér, egyébként nagyrészt polgári repülőtérnek a fényképe, amely 1979. április 6-án készült. Ezt nevén, más nevén úgy is hívják, hogy Kubinka 3 Airfield az amerikai katonai szakirodalomban. Tehát Perkin-Elmer készítette végül is a űrteleszkópnak a főtükrét. A képen a Hubble űrtávcső keresztmetszeti képe látható. Oldalt látok a energiaellátást biztosító nagy napelemtáblák, a napot érzékelő szenzorok, a csillagokra történő pontos vezetést és beállítást, navigációt, a teleszkóp követését, beállított égitestet követését lehetővé tevő szenzorok, a főtükör helye, az optikai tengely mentén elhelyezett különböző eszközök, kamerák, berendezések, a tükör tubosában belsejében nagyon ügyeltek arra, hogy ne legyenek szórt fények, ezt lamellákkal zárták ki, illetve csökkentették le, és látható a földdel való kapcsolattartás biztosító rádióanten, amely kinyúlik a tubus fölé, és mindenféle lezáró szerkezetek, a főtükröt lezáró szerkezet a tubus orrán látható nyitott állapotban, és egyéb tartalék rádióantenna is van a teleszkóp oldalára szerelve. Ezek a fiókos részek itt a tükör háta mögött a különböző műszereket tartalmaznak, különböző kamerákat, spektrográfokat, és ezek moduláris felépítésűek, ezek mint a fiókok, kis szekrények, kiveltők és újak tehetők be a helyébe új műszerrel. Így történt az egyes berendezéseknek a cseréje is, egyes műszereknek, kameráknak a cseréje is, a fiókok kibe húzásával, cseregetésével történt a különböző szerviz missziók során. A Hubble űrtávcső az eredeti tervek szerint 1986 őszén indult volna útjára egy űrrepülőgép fedélzetén. Azonban sajnos a Challenger űrrepülőgép 1986-ban bekövetkezett katasztrófája meghiúsította ennek a indítási időpontnak a megvalósítását, és 4 évet késett az űrtávcső elindulása. Minden esetre 1985-86-ra már el kellett készülnie az összes alkatrészének, berendezésének és együttes integrálásának.
kipróbálásának. Itt a képen a Perkin Elmer cégnél a távcső tubus nyitott rácszerkezete látható, amire később egy burkolat került. A távcső ösztömege megközelíti a 12 tonnát, az összhosszúsága pedig a 13 métert, ami egy jól megtermett autóbusz hosszúságának felel meg. A Hubble űrtávcső tubusának keresztmetszeti képét láthatjuk. Bal oldalt látható nyitott állapotban a távcső tubus fedele, amely védi a távcsőt a különböző káros behatásoktól, például erős fény- és hőhatástól, vagy mikrometeorok kozmikus porszemcsik becsapódásától. A távcső optikai ellenőrzése Ricci-Chrétien rendszer, amely azt jelenti, hogy a főtükre, amit jobb oldalt látható, egy homorú hiperboloid felület, a segédtükre pedig egy domború, szintén hiperboloid felület. A Ricci-Chrétien és a Cassegrain távcsőek egymáshoz rokon elrendezések, Cassegrain távcső esetében azonban a főtükör homorú parabola tükör. Mindkét esetben a főtükör középen át van furva, és így a fény el tud jutni a különböző műszerekhez, érzékelőkhöz, mint például kamerákhoz és spektrográfokhoz. Ezeket a műszereket kétféle módon helyezték el a Hubble űrtávcsőnél. Egy részük a tengely irányából kapja a fényt, ezek az axiális elrendezésű műszerek, a másik részük pedig erre merőleges irányból, radiális elrendezésben, fényterelőkkel, speciális tükrök segítségével, fényosztókkal kapják a fényt. A radiális vagy axiális műszerek kiválasztása, az adott műszer kiválasztása az adott megfigyelési programtól függ. A távcső főtükrének átmérője 2,4 méter, fókusztávolsága 57,6 méter, nyílásviszonya tehát 1 a 24-hez. A képen a Hubble űrtávcső térbeli keresztmetszeti képe látható. Megfigyelhető, hogy itt a főtükör után jobb oldalon különböző fiókok, szekrények láthatók. Ezekben különböző műszerek vannak. A műszerek ezekben a fiókokban tárolva vannak és kihúzhatók. Javításra, illetve kicserélhetők egy újabb fiók vagy szekrény behelyezésével. A Hubble űrtávcső élete során több műszert cseréltek már. Ez az ábra a 2009 az utolsó szervizmisszió utáni állapotot mutatja, amikor a VFC-3-as kamera, vagyis a új 3-as generációs nagyfelbontású kamerája van behelyezve, illetve ACS, Advanced Camera for Survey, vagyis fejlett kamerája, amely 2002-ben került behelyezésre, és egyéb más műszerei is. Érdekesség, hogy pontos asztrometriai mérésekre alkalmas a vezető szenzora, egy ilyen navigációs szenzorrendszer, az FGS, Flight Guidance Sensors, amelyek sugárirányban el vannak helyezve a kerülete mentén az optikai rendszernek, és mintegy 7000 ív másodperces asztrometriai pontosságot tudnak elérni ezeknek a műszereknek az interferometriai módszerekkel történő alkalmazásával az égitestek pozíciójának vagy éppen szögméretének meghatározásában. A kép egy felsorolást tartalmaz, amely a Hubble űrtávcsőn működött és ma is működő összes műszert sorolja fel. Pirossal vannak jelölve azok a műszerek, elsősorban képfelvevő kamerák, amelyeket nagyon gyakran használtak és használnak a naprendszerbeli objektumok megfigyelésére, zöld szín pedig a ma is működő műszereket emeli ki. Fontos megemlíteni az első VFPC-1, tehát széles látószögű és bolygókamerát, amely 93-ig működött, annak ellenére, hogy ez még a hibás optikájú Hubble űrtávcsőn működött, nagyon sok érdekes megfigyelést és felfedezést tettek vele. A második nagyon hosszú ideig működött és nagyon eredményes kamera volt a VFPC-2, tehát a széles látószögű bolygókamera második példánya. Ez 2009-ig működött,
2002-től működött és ma is működik az ACS, vagyis fejlett kamera égbolt felmérés. Ez nagyon nagy felbontású képfelvételek készítésére alkalmas, és emellé került, és szintén együtt működnek a mai napig is, a VFC 3 harmadik generációs széleslátószögű kamera is. Külön érdemes kiemelni még a navigációs érzékeny szenzorokat, amelyek mintegy 16-17 magnitudóig tudnak csillagokat megfigyelni és pozíciójukat meghatározni milli arcszekundum, tehát ezred ívmásodperc pontossággal, illetve gyors fotometriát is tudnak végezni különböző elsősorban pontszerű objektumokra. Van még több olyan spektroszkóp, amely működött vagy még működik a Hubble űrtávcsövön. Képalkotó spektroszkóp például a STIS, STSIS, illetve a NICMOS, amely mindegyike láthatóban is, és elsősorban a NICMOS a közeli infravörösben tud megfigyeléseket végezni. A kép a Hubble űrteleszkóp különböző kameráit, spektrográfiait és fotometriai mérőműszereit, fotométereit mutatja. Középen van elejezve az első széleslátószögű és bolygókamera, a legújabb, a VFC 3, viszont már radiális rendezésben van. Egyéb más műszereket is tartalmaz, például a halvány objektumok megfigyelésére alkalmas kamerát, itt a centrumtól jobbra lefelé látható, illetve a körkerülete mentén pedig a halvány csillagokat is megfigyelni képes, elsősorban navigációs célokat szolgáló, de pontos asztrometriai mérésekre is alkalmas halvány vezető szenzorokat FGS jelöléssel. Ezek a szenzorok még egyébként gyors fotometriai mérésekre is alkalmasak, és mintegy 16-17 magnitudós csillagokat tudnak megfigyelni a V-tartományban. A képen a Hubble űrtávcső nagyon sikeres, nagyon sok felfedezést és megfigyelést tett második széleslátószögű és bolygókamerája, a VFPC 2 látható, amely az első VFPC 1 helyére került az űrrepülőgép első szerviz missziója alkalmával 1993. decemberében. A VFPC 2 2009-ig működött, az utolsó szerviz misszió során cserélték le a VFC 3 kamerára. A VFPC 2 széleslátó mezőjű része egy elalakban elrendezett 3 800x800 CCD-t tartalmazó elrendezés, amelynek összlátó mezeje 2,5x2,5 ívperc. Egy képelem a széles látószögű kamerán 100 milliarszekundum, vagyis 100 ívmásodperc. A PC2 bolygókamera pedig egy darab 800x800-as CCD-t tartalmaz, amely az égboltból mintegy 35x35 ívmásodperces részt fed le, és egy képelemnek a mérete, ez a nagy felbontás mutatja, 46 milliarszekundum, tehát 46 ezred ívmásodperc. A kép a javított optikai Hubble űrteleszkóp VFPC 2 kamerájával, vagyis második széleslátószögű és bolygókamerájával készített képét mutatja az M100-as galaxisnak. A galaxis egy spirális galaxis, amely a Koma Bereniki csillagképben található, és mintegy 55 millió fényévre van tőlünk. A kép 1994-ben készült. Látható a széleslátószögű kamerarész elalakban elrendezett érzékelőiből összeadott kép, és mozaikszerűen hozzá van téve középen a bolygókamera kép. Ez utóbbi részletesen mutatja a spirális galaxis belső tartományait. Az egész spirális galaxis egyébként nagyon sok részletet mutat, és a javított optikájú teleszkóp a VFPC 2 kamerával nagyon hatékony volt a világegyetem különböző objektumainak vizsgálatára, így extragalaktikus, illetve naprendszerbeli objektumok vizsgálatára is egyben.
Ez a kép azt szemlélteti, hogy mekkora területet fed le az égboltból a Hubble űrtávcső VFPC-2, vagyis második széleslátószögű és bolygó kamerája. Az összehasonlítást az NGC 1425-ös galaxis képével tesszük, amely galaxis egyébként a Fornax csillagképben van, és 11,6 magnitudójú az összfényessége. A képet a 40 hüvelykes, tehát mintegy 1 méteres tükörátmérőjű Siding Spring ausztráliai távcsővel készítették. Egy kis táblázat pedig összefoglalja azt, hogy mekkora határmagnitudó érhető el a széles látószögű, illetve bolygó kamerával, hogyha 3000 másodperces expozíciót alkalmazunk, akkor a 27-28 magnitudós határfényesség is elérhető, amelyen még a csillagok látszanak, tehát ez a határmagnitudó ezekre a műszerekre, ezzel az expozícióval. Ez a kép azt mutatja be, hogy mekkora területet fed le az égboltból a Hubble űrtávcső második széles látószögű és bolygókamerája, a VFPC-2. A bemutatott terület a Hubble Deep Field, amelyről készített felvétel 1996-ban készült. A Hubble akár több órás, 40 órás felvételeket is sikerült készíteni a Hubble Deep Fieldről, és itt mindegyik kis színes korong vagy folt az távoli extragalaxist jelent. A széleslátószögű rész az égboltból 2,5-2,5 ívpercet fed le. A kép a Hubble űrtávcső legutoljára felszerelt legmodernebb VFC3 jelzésű széleslátószögű kamerájának elhelyezkedését mutatja a többi műszerhez képest a Hubble űrtávcsőben. Három csatornából áll, az UVIS 1 és 2 csatornából, amelyek az ultraibolyától a látható tartományig készítenek nagy felbontású felvételeket, illetve az infravörös tartományban működő csatornától. Ezek adatait egy kis táblázat foglalja össze. A UVIS csatornákban a képelemek mérete 40 milliív másodperc, amely nagy felbontású felvételek készítését teszi lehetővé, a látómező 163x164 ív másodperc ezeken a csatornákon. Az infravörös csatornán a képelemek mérete 1/1 ív másodperc körülbelül, és a lefedett látómező az égboltból az infravörös tartományban 123x137 ív másodperc. A táblázat a Hubble űrtávcső ma is működő kameráit és azok csatornáit mutatja be, azok adatait, paramétereit. Vastagon ki van evelve a harmadik széles látószögű legmodernebb képalkotó kamera, amely a ultraibolyától a közeli infravörös tartományig működik, és nagy felbontású képeket készít. Ennek három csatornája van, az UVIS, amely két csatornából áll, az UVIS 1 és 2-ből. Itt csak egyik van feltüntetve a jellemző paraméterek bemutatására, illetve az IR infravörös csatornája, amely a 900 és 1700 nanométer közötti tartományban működik, és viszonylag nagy felbontású képeket készít ebben a hullámtartományban. Az ECS, az Advanced Camera for Surveys, ez fejlett kamera égbolt felmérésre nevezett viseli, három csatornából áll, a VFC széles látószögű, a HRC nagy felbontású kamera részből, illetve az SBC, ez tulajdonképpen egy ultraibolyában működő háttérfényességre nagyon alacsony fotonszámra épített kamera, és mindegyik szögfelbontása igen nagy. A már régóta működő STIS képalkotó spektrográf, ez elsősorban az ultraibolya tartományban működik két csatornán, a távol és a közeli ultraibolya tartományban, és van egy olyan része, ami a látható tartományra érzékeny, arra érzékeny CCD-t tartalmaz, és minden csatornája nagy felbontású. A NICMOS is már régóta működik, ez egy multiobjekt, tehát több objektumot leképező képalkotó kamera, amely spektroszkópia, spektrográf méréseket is végez, a közeli infravörös tartományban viszonylag
nagy felbontással. Ezen a képen a Hubble űrtávcsőben régebben alkalmazott, illetve ma is alkalmazásban levő működő kameráknak a detektor felületeit hasonlítjuk össze. A felső két detektor rész a harmadik széleslátószögű kamerának, a VFC3-nak két csatornáját, az UVIZ, illetve az infravörös csatornának a detektor részeit mutatja. Az UVIZ az két részre van, a két csatornára, az UVIZ 1-re és az UVIZ 2-re. Ennél nagyobb méretű az ACS VFC, tehát a széleslátószögű része a fejlett kamerának, amely égbolt felmérésre van alkalmazva, ez az ACS, és mellettük látható sokkal kisebb méretű látómezőt átfogó kép alkotó kamera, a NICMOS, amely a közeli infravörösben végez képalkotást, illetve színképű megfigyeléseket, az alsó sorban pedig az ACS, SBC és HRC detektor felületek vannak. Az ACS SBC, ez ultraibaj tartományban halvány háttér detektálására is alkalmas érzékelő, az ACS HRC pedig a nagy felbontású kamera része a fejlett advanced kamerának, amely égbolt felmérésre alkalmas. A STIS a jobb alsó sarokban található, ez képalkotó spektroszkóp, illetve amely képes az ultraibaj tartományban, távol és közeli ultraibaj tartományban is megfigyeléseket végezni. A kép a különböző űrrepülőgéppel végrehajtott szervizmissziók után elhelyezett műszereket és működő műszereket mutatja be a Hubble űrtávcsőn. 90 és 93 között, az első szervizmisszió előtt, tehát a fellövés és a javítás, első javítás között a VFPC vagy VFPC 1 széleslátószögű és bolygókamera működött, és annak ellenére, hogy nem volt megfelelő, hibás volt az optikája a távcsőnek, az általa készített képek használhatók voltak, és javítással még viszonylag jó minőségben is tudott képeket előállítani. Az első szervizmisszió után került fel a VFPC 2 széleslátószögű és bolygókamera, amely nagyon sok felfedezést és képet készített a világegyetem legkülönbözőbb tartományaiból, a naprendszertől kezdve a kozmológiai távolságban levő objektumokig. 97-től 2001-ig különböző szervizmissziók voltak, amelyek elsősorban technikai háttérberendezéseket javítottak, illetve cseréltek, giroszkópokat, energiaellátó részt, illetve még napelemeket is. 2002-ben került fel az ACS, tehát fejlett kamera égbolt felmérésre, amely nagy felbontással tudott képeket készíteni, és 2009-ben volt az utolsó szervizmisszió, amely során a VFC 3, ma is működő, modern, harmadik generációs, széleslátószögű kamera működik az űrtávcsövön. A képen két kisebb kép mutatja be Hubble űrtávcső műszereinek felfedezési hatékonyságát, ez a bal oldali kép, illetve a műszerek érzékenységét egymással összehasonlítható módon. A felfedezés hatékonyságát a műszer látómezeje határozza meg, minél szélesebb, annál nagyobb esély van új objektumok felfedezésére, illetve érzékenysége, hogy milyen halvány objektumokat tudunk egyáltalán meglátni a kamerával. A leghatékonyabbnak az ACS, vagyis fejlett kamera égbolt felmérésre, annak is a széles látómezejű csatornája bizonyult, és ezt követi mindjárt a harmadik generációs széles látószögű kamera. Korábban nagyon sok felfedezést tett még a bolygókamera, illetve széles látószögű bolygókamera VFPC 2, annak is a széles látószögű része. Az érzékenységét tekintve a műszereknek a legérzékenyebb
az ACS, tehát fejlett kamera égbolt felmérésre, annak is a széles látószögű része, és ezt követi a látható, illetve közeli ultraibolya tartományban a harmadik generációs kamera VFC 3 UVIS, tehát ultraibolyától a látható tartományig működő részre, és nem elhanyagolható még ennek az infravörös része is az érzékenységben, az infravörös tartományban 1000 nanométertől látható az ábrának a jobb felső részén. Ez a képekkel is illusztrált táblázat azt mutatja be, hogy melyek voltak a földi nagy teleszkópok és mettől meddig voltak a legnagyobbak. Amikor a Hubble űrtávcsövet 1990-ben pályára állították. Már akkor működött a Palomárhegyi 5 méteres távcső, 6 méteres kaukázusi távcső, és akkor indultak meg a megfigyelések a Keck 10 méteres távcsővel a Mauna Kea csúcsán. A Hubble űrteleszkóp a maga 2,4 méteres tükör átmérővel, tehát nem tartozott akkor sem, és ma sem, még inkább a legnagyobb optikai távcsövek közé, de előnye kétségkívül az volt, hogy a földkörű pályán keringett, mintegy 600 km-es magasságban a föld felszíntől, és a földi légköri zavaró hatásokat kiküszöbölve tudta a megfigyeléseket végezni, és ez az előny még ma is fennáll. A Challenger űrrepülőgép 1986. januárjában bekövetkezett sajnálatos katasztrófája után 4 évet kellett arra várni, hogy a Hubble űrtávcső elinduljon megfigyelő küldetésére, a világegyetem megismerésére. Erre 1999. április 24-én került sor, amikor a STS-31-es Discovery küldetése során, ez a 35. űrsikló vagy űrrepülőgép küldetés volt egyben, elindulhatott a Kennedy űrközpontból a 39-es B kilövőpadról. A legénységet, a küldetés végrehajtó űrhajósokat a bal oldalon látjuk egy képen, a háttérben pedig a űrteleszkóp küldetését és célját szimbolizáló csillagászati képfelvétel látható, galaxisok, különböző űreszközök, illetve kupola formájában. A jobb oldali képen pedig a Discovery űrrepülőgépnek a startja látható a Kennedy űrközpontból. A Hubble űrtávcsövet a Discovery űrrepülőgép a rakterében szállította föl föld körül pályára. Magának a távcsőnek a önálló pályára való állítását a legénység bonyolult, speciális manőverekkel végezte el egy Kanadában készített és a NASA-val együttműködésben kipróbált és tesztelt manipulátorkar segítségével. A távcsőnek függetlenül önálló pályára kellett állni a Föld körül, amely pálya körülbelül 600-610 km magasan helyezkedett el a kezdeti években a Föld felszíne felett. A tömegviszonyokra jellemző, hogy az űrrepülőgép feltöltetlen tömege üzemanyag nélkül 78 000 kg, üzemanyaggal feltöltve 110 000 kg, a rakterében szállított Hubble űrtávcső pedig közel 12 000 kg volt, azaz 12 tonna. Az űrrepülőgép pályára állítása a Discovery űrrepülőgép rakteréből való kiemeléssel és megfelelő pozícióba állítással történt. A baloldali képen egy modellkép látható, amikor az űrrepülőgép rakteréből egy nagyon speciális manipulátorkar, amely kanadai mérnöki munka eredménye, és a NASA együttműködésben készített kar, kiemeli a hasznos terhet, vagyis az űrteleszkópot a raktérből. A jobb oldali képen pedig egy élő felvétel, amelyet a Discovery legénysége készített, amikor a Hubble űrtársulat kiemelték a raktérből a manipulátorkar segítségével. A pályára állítása több manőver, bonyolult manőver és ellenőrzési folyamat után vált lehetségesé, hiszen az űrrepülőgép utána visszatér a Földre, és nem volt lehetőség a utólagos javításra vagy korrekciókra. Ezért a
pályaállítás egy-másfél nappal történt a 1990-es április 21-e fellövés után, április 25-e 26-án, és ekkor kezdte meg önálló pályáját a Föld körül a Hubble űrtávcső. A Hubble űrtávcső elemelkedett az űrsikló rakteréből, és az eredeti űrhajósok által készített képen itt látható a kinyitott napelemtáblákkal és a csukva levő távcsőtubus fedéllel. Egy másik képen a jobb oldalon, Dél-Amerika nyugati része felett látható az űrsiklóról készült felvételen az önálló pályára állított Hubble űrteleszkóp, alatta az Andok vonulata, Peru, Bolívia és Argentinának az észak-nyugati része látható. A Hubble űrtávcső működésének megindulása 30. évfordulóján érdemes megemlékezni arról, hogy Galileo Galilei első távcsőes megfigyelései után 380 és 381 évvel 1990-ben indult útjára a Hubble űrtávcső a világegyetemmel kapcsolatos korszakalkotó megfigyeléseire. Csak úgy, mint Galilei tette kis távcsövével annak idején, a 17. század elején. A két kis képen a Hubble űrtávcső földkörüli pályája és az űrtávcső földkörüli pályának időbeli változása szemlélhető. A baloldali képen az űrtávcső mintegy 600 kilométeres földfelszíni magassága már érzékelhető ugyan, de még mindig nem elegendő nagy, hogy azt mondhassuk, hogy jelentős távolságban távolodik el a Föld felszínétől, de ez a 600 kilométeres magasság már elegendő ahhoz, hogy a megfigyeléseit, a csillagászati objektumok megfigyeléseit a földi légkör zavaró hatásait kiküszöbölve tudja végezni. A pályája időben változik a távcsőnek, itt a jobb oldalon látható, hogy egy adott időintervallumban hogyan változik a pálya görbe sereg a Föld körül az időben. 2018-ban meghatározott pályája olyan volt, hogy a pálya félnettége 6917 km volt, a legkisebb magassága a pályának a Föld felszínétől 537 km volt, a legnagyobb magassága pedig 540 km. A pályája sikja, a földi egyenlítő sikja 28,4 fokot zárt be, és egy keringést a Föld körül 95,4 perc alatt tett meg. Idővel ez a magasság, ezek a magasságok változni fognak, csökkennek, a földi légkör bármilyen is ritka odafönt, fékező hatás fejt ki a nagyméretű űrteleszkópra, és eljön az az idő, amikor belép majd a Föld légkörébe, és ott elég, ha csak valamilyen pályamódosító manőverrel a pályát elegendő nagy magasságban nem tartják. A Hubble űrtávcső használatát, a megfigyelések tervezését gondosan kell végezni, bizonyos korlátokat, illetve veszélyeket előre kell tervezni és látni. Nem szabad az űrtávcsőt a naptól 45 fokos szögnél kisebb szögre állítani, nehogy a nap erős fénye, hője befolyásolja és tönkretegye az érzékeny detektorait, a távcső berendezéseit. A Vénuszt meg lehet figyelni, amikor az a maximális elongációja közelében van, hiszen az 47-48 fok. Nem sok megfigyelés történt eddig a Vénuszra, de a légkörének vizsgálatára már használták a űrtávcsövet. Nem lehetséges viszont a Merkur és magának a napnak a vizsgálata se értelemszerűen. A kis szög miatt, illetve hát a nagy fényesség és hőforrás miatt. Általában nem szoktak megfigyeléseket végezni, főleg a kamerákkal, amikor a teleszkóp a dél-atlanti anomália felett repül el, ez Dél-Amerika és az Atlanti óceán területe, amikor és ahol a Föld mágneses tere, mágneses erővonal nagyon közel kerülnek a földi légkörhöz, Föld felszínéhez, ahhoz a tartományhoz az űrteleszkóp kering, és a mágneses térben mozgó töltött részecskék tönkre tehetik
a műszereit, illetve annyira beszórják kozmikus sugarakkal a képeket, hogy azok szinte elemezhetetlenné válnak, használhatatlanné válnak. Van, ami nagyon erősen tudja az űreszközök működését zavarni, a napkitörés. A nagyon erős napkitörés, amelynek hatásai elérik a Földet. Ezt lehet előre jelezni, erre már modern napfizikai mesterséges holdak vannak, napfizikai távcsövek és földi megfigyelőhelyek, és bár nem ismerjük és nem tudjuk megjósolni, hogy mikor lesz következő veszélyes napkitörés, de hogyha észlelnek ilyet, akkor az űreszközöket megfelelően fel tudják készíteni, hogyha az előrejelzés időben történik. Előre látható viszont a meteor veszély, amikor rajformájú meteorok érkeznek rajban. A nagy rajok esetén az űrtávcsövet úgy fordítják, hogy a rajok érkezésének irányába a legkisebb felületét fordítják, tehát nem a fedlapját, hanem a hátsó részét, és akkor ellentétes irányban áll az űrtávcső a meteorraj legváratóbb, legvalószínűbb érkezési irányára. Ilyen nagy meteorrajok a perzeidák, a leonidák például, vagy esetleg a geminidák. Ezen a képen a dél-atlanti anomália földrajzi elhelyezkedése és kialakulásának magyarázata látható. Baloldali két kép mutatja, hogy a dél-atlanti térségben Dél-Amerika keleti partjaitól dél-keletre húzódik a dél-atlanti anomália, ahol a kozmikus sugárzás erőssége megnő a Föld egyéb területeihez képest, eltekintve természetesen a sarki őrzetektől. Ha ott egy mesterséges hold, illetve az űrtávcső áthalad ezen terület fölött, akkor megnövekedett sugárzást tud észlelni. Ez úgy jelentkezik a Hubble űrtávcső felvételeinek, hogy a felvételek tele vannak szórva kozmikus részecskék becsapódási nyomaival. Ekkor az érzékeny kameráit nem használja a Hubble űrtávcső, és ilyenkor ott nincs fotózás. A kialakulása dél-atlanti anomáliák a következőképpen néz ki, ez a jobb oldali képen látható. A földforgás tengelye és mágneses tengelye nem esik egybe. A mágneses tengely 11 fokkal hajlik a földforgás tengelyéhez képest. A mágneses tengely a föld középpontján nem halad át, attól mindegy 500 km-re eltér. Az eltérés olyan, hogy a dél-atlanti térségben a földet körülvevő mágneses burok belső része közel kerül a Föld felszínéhez, és egyben a Föld felső légköréhez is. Ezért a mágneses térben mozgó töltött részecskék is közel kerülhetnek a Föld felső légköréhez, és ott erős sugárterhelést jelentenek a mesterséges holdakra és a űrtávcsőre is. Tehát az űrtávcső programjának alakításakor a dél-atlanti anomália fölötti áthaladást figyelembe kell venni, és akkor az érzékeny kamerákkal általában nem szoktak megfigyeléseket végezni. A Föld körül keringő űreszközökre, űrhajókra, mesterséges holdakra és az űrtávcsőre is veszélyt jelent az, hogyha megnövekszik a meteor aktivitás a Föld körüli térségben. Nagy meteorrajok idején, az ismert meteorrajok idején előre lehet azt jelezni, hogy melyek azok az időszakok, amikor a távcsőt meg kell óvni a mikrometeorok, kozmikus porszemcsék, kozmikus sebességgel történő becsapódásától. Ilyen nagy meteorajok lehetnek például a perzeidák, a leonidák, esetleg a geminidák. A képen látható a leonida meteorraj pályája, amely a szülő üstökösével, az 55P Temple Tuttle üstökössel kapcsolatos, annak a pályának közelében húzódik. Időben változó, hogy mikor van ennek tulajdonképpen a maximuma, hiszen csomókban jelentkeznek a meteorraj egyes tagjai, és a gyakoriságuk maximuma időnként változik, térben egy kicsit és időben is, és ezekben az időszakokban az előrejelzések figyelembe vételével a Hubble űrtávcsövet a meteorraj radiáns pontjával ellentétes irányban kell fordítani, legkisebb felületet mutassa a raj érkezésének irányába. Itt látható a jobb oldali képen egy felvétel, amit a első bolygók kameráról, a Földre visszaadott első bolygók kameráról készítettek.
egy 900 mikron átmérőjű kozmikus porszemcsének a becsapódása. Tehát a meteor becsapódások, a mikrometeor becsapódások össze tudják karcolni, illetve működésképtelenné tudnak tenni egyes műszereket, hogyha eltalálják őket és be tudnak hatolni a belségbe, és ezért a meteorrajok, a nagy meteorrajok idején el kell fordítani az űrtávcsövet olyan irányba, hogy ne tegyenek kárt. Ennek hozadéka is van ennek az elfordításnak, hogy hosszú expozíciós felvételeket lehet készíteni a radiánsponttal ellentétes irányba, és ott egy deep field galaxis mezőn van, valami nagyon érdekes galaktikus terület, extragalaktikus terület, akkor azt hosszú expozícióval lehet fényképezni, és az extragalaxisokat ott lehet vizsgálni. Ez a kép azt mutatja, hogy a Hubble űrtávcsővel nem lehet egy bizonyos szögnél kisebb szögre fordulni a nap felé. Ez a határszög 45 fok a naphoz képest, ami azt jelenti, hogy azok az égitestek, amelyek ezen a szögtartományon belül vannak, így bizonyos kisbolygók és maga a Merkur is nem figyelhetők meg a Hubble űrtávcsővel. A Vénusz is csak abban az esetben, hogyha a maximális keleti vagy nyugati elongációjánál van, ami azt jelenti, hogy amikor közel fél Vénusz látszik fogyóban, illetve telőben, és ekkor a Vénusz szögtávolsága, a látszó szögtávolsága naptól mintegy 47-48 fok. A Vénusz sikerült észlelni már a Hubble űrtávcsővel, bár nem sok észlelés van a Vénuszról, minden esetre a bolygó légköri alakzatait, érdekes felhő szerkezetét sikerült megfigyelni már a Hubble űrtávcsővel. A Hubble űrteleszkóp pályára állítása után készült első képfelvételekből kiderült, hogy a távcső homályosan lát, nem tud éles képeket készíteni. Mint a vizsgálatok során kiderült, gömbi eltérés, egy optikai leképzési hibája van a főtükörnek, amit szférikus aberrációnak, gömbi eltérésnek nevezünk. Ez onnan adódott, hogy az elkészítése során, mikor a tükör görbületét mérték, a görbületet mérő műszer másképp volt beállítva, mint annak előtte. Ennek eredményeképpen a tükör pereménél a kívánatos homorú hiperboloid felülethez képest 4 mikronos eltérés mutatkozik. Ennek következtében a tükör széléről, illetve a tükör különböző felületi pontjairól leképzett fénysugarak a optikai tengely mentén különböző helyen fókuszálódnak, és ezek a fókuszpontokból összetett pontszórási függvény, egy pontszerű fényforrásnak a leképződése igen széles és torzult a kívánatos, jó leképzésű optikában megszokott, elvárt pontszórási függvényhez képest. Tehát nem éles a Hubble űrtávcső által készített kép. Ezt az első szervizmisszió során 1993. decemberében az űrrepülőgép űrhajósai egy COSTAR nevű Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement korrekciós optikával sikeresen korrigálták, tehát szemüveget kapott, mint egy a Hubble űrtávcső, és ezután kitűnő éles felvételeket készített a világegyetem különböző objektumairól a gyártók, az üzemeltetők és a nagy közönség nagy megelégedésére. Ez a karikatúra azt ábrázolja, hogy a Hubble űrtávcső homályosan lát azelőtt, hogy a COSTAR nevű korrekciós optikát felhelyezték volna, vagyis mielőtt idézőjelbe szemüveget kapott volna az űrtávcső, az űrrepülőgép manipulátor karjáról egy szemvizsgáló ábrát mutatnak a Hubble űrtávcsőnek, és ezt kell neki elolvasni, de úgy tűnik, hogy nagyon torzul a kép, és homályosan lát az űrtávcső, de amiután felhelyezték ezt a szemüveget, a korrekciós optikát, utána kitűnően látott, és kitűnő képfelvételeket készített. Ezen a három kis képen össze lehet azt hasonlítani, hogyan képzi le egy csillagfényét egy földi távcső, a baloldali képen látható, a rossz optikájú Hubble űrtávcső,
ez a középső képen látható, és a korrekciós optika felhelyezése után javított optikájú Hubble űrtávcső, ez a jobb oldali képen látható. A földi távcső el a csillag fényének nagy része egy 0,6 év másodperces átmérőjű korongon belül koncentrálódik, míg középen látható a rossz optikájú Hubble űrtávcső a széleslátó szögű és bolygó kamerájának első példányával, a rossz optikával egy mintegy 1/10 év másodperces rádiuszú korongon belül a fénynek csupán 15%-át képzi le, és a fény 85%-át egy mintegy 1,5 év másodperces sugarú korongon belül koncentrálja. Tehát ez egy nagyon életlen képet adó optika, a csillagok képe nagyon széthúzódik, szétszóródik, nem ad éles képet. A COSTAR korrekciós optika behelyezés után viszont a csillagok képe szinte tűéles, és nagyon jó felbontású éles felvételeket készített ezután a Hubble űrtávcső. Ez a Saturnusról készült felvétel a felső képen, amely még a korrekciós optika behelyezés előtt a rossz optikájú Hubble űrtávcsővel készült. Ez egy életlen kép, mint látható, de már akkor számítógépi eljárással sikerült kiélesíteni a Saturnusnak a képét, vagy bármely objektumnak a képét, viszont ez egy hosszadalmas folyamat, és a távcsővel várható több tízezer, vagy esetleg több százezer felvétel esetén ez nagyon időigényes lett volna így hagyni, hogy állandóan képfeldolgozással élesíteni, javítani az elkészített rossz felvételeket, rossz minőségű felvételeket. Ezért mindenféleképpen szükség volt a korrekciós optika behelyezésére az űrrepülőgép első szervizmissziója során. Ezen a két képen összehasonlítható az, mi a különbség a Hubble űrtávcső korrekciós optikája behelyezése előtti VFPC 1, vagyis régi széleslátószög és bolygókamerája közötti kép bal oldalon, és a jobb oldali kép, ami a COSTAR korrekciós optika behelyezése után készült, és a kamera is le lett cserélve a VFPC 2-re, vagyis a második széleslátószögű bolygókamerára. A galaxis, amit itt láthatunk a képen, az M100-as galaxis, a Coma Berenices csillagképben látható, és mintegy 65 millió fényévre van tőlünk. Baloldali képen látható, hogy homályos, elmosódott a galaxis, a csillagai, a szerkezete, illetve a különböző alkotórészei, a jobb oldali képen pedig ragyogó, éles, tiszta képet készít a Hubble űrtávcső. A COSTAR optika, korrekciós optika, illetve a új széleslátószögű és bolygókamera behelyezése a űrrepülőgép első szerviz missziója során történt 1993. decemberében. Ez a két kép azt mutatja, milyen képet tudott készíteni a Hubble űrtávcső a korrekciós optikája behelyezése előtt, ez a baloldali kép, és utána az NGC 1068-as, vagyis Messier 77 M77-es galaxisról. Szembetűnő a változás, a képjavulása a jobb oldali képen a korrekciós optikával. A kamera, amely készítette a képét, a halvány objektumok kamera, vagyis Find Object Camera, FOC. A galaxis, az M77-es galaxis egy aktív magú galaxis, egy Seyfert galaxis, amely mintegy 47 millió fényévre van tőlünk, és a CET csillagképben található. A következő néhány képben emlékezzünk az űrrepülőgép első szerviz missziójára, a Hubble űrtávcsőhöz, amelynek során az űrrepülőgép személyzete behelyezte a COSTAR korrekciós optikát az űrtávcsőbe, és kicserélte
a széles látószögű bolygókamera első példányát, a VFPC-1-et, a VFPC-2-re, vagyis a széles látószögű bolygókamera második példányára. Ezután a távcső, az űrtávcső szép éles képeket készített az objektumokról. Itt a képen az űrrepülőgép személyzete látható, és a jobb felső kis képen az Endeavour űrrepülőgépnek a startja látható. Az első szerviz misszióra 1993. december 2. és 13. között került sor. A Hubble űrtávcsőhöz indított első űrrepülőgépes szerviz misszió során az űrhajósok behelyezték a COSTAR nevű korrekciós optikát, és kicserélték az első széles látószögű és bolygókamerát a másodikra, a VFPC-2-re, és ezek után az űrtávcső igen éles képeket tudott készíteni a különböző objektumokról. Látható itt az űrrepülőgép raktere fölé állított űrtávcső, amelyet az űrrepülőgép manipulátor karja tart, és amely mentén az űrhajósok különböző szerelési munkálatokat tudnak végezni. A baloldali kis képeket pedig látszik, hogy egy doboz, egy nagy négyzetes oszlop alakú doboz tartalmazza a COSTAR korrekciós optikát, és ezt a űrrepülőgépről átviszik a Hubble űrtávcsőhöz, és ott beszerelik. A Hubble űrteleszkóphoz indított első űrrepülőgépes szerviz misszió során az Endeavour űrrepülőgép még a COSTAR korrekciós optikán kívül felvitte a második széles látószögű és bolygókamerát, a VFPC-2-t, és ezt a VFPC-1 korábbi széles látószögű és bolygókamera helyezték el. A baloldali képen látható, hogy eltávolítják az űrteleszkópból a régi kamerát, a VFPC-1-et, és csereszabatos méretben és elhelyezésben megfelelő módon előkészített második kamerát behelyezik az űrteleszkóp oldalába, tehát radiális irányú műszerek egyike lett a VFPC-2. Itt látható, hogy a jobb oldali képen hogy helyezik el. A jobb oldali alsó kis képen pedig a VFPC-2 egy kicsinyített vázatrajza látható. A Hubble űrtávcsőhöz indított első szerviz misszió során az űrrepülőgép felvitte, és az űrhajósok beszerelték a Hubble űrtávcsőbe a régi VFPC-1, vagyis széles látószögű bolygókamera helyére az új VFPC-2 széles látószögű és bolygókamerát. Ez egy 281 kg tömegű berendezés, és a széles látószögű kamera részének a látó ezen mindegy 2,7x2,7 ívperc. A széles látószögű kamera felbontása 99 közel 100 milli ívmásodperc. A nagyobb felbontású bolygókamera felbontása pedig, vagyis egy képeleme, az 45 ezred év másodperc. A Hubble űrtávcsőhöz indított negyedik szerviz misszió jelölése 3B, amelyre 2002. márciusában került sor a Columbia űrrepülőgép segítségével. Ennek során a fő feladat a régi halvány objektum FOC kamerát lecserélni az új, fejlett kamera égbolt felmérésre, vagyis ACS kamerára. Ez az ACS kamera nagyon érzékeny és nagy felbontású képfelvételek készítésére alkalmas kamera volt. A képen az űrhajósok az ACS kamerát helyezik el az űrrepülőgépről a űrtávcsőbe. Ezen a két kis képen össze lehet azt hasonlítani, hogyan néz ki egy galaxisnak egy földi távcső elkészült képe a bal oldalon, és hogyan néz ki a Hubble űrtávcső 2002-ben működésbe állított fejlett kamera égbolt felmérésre ACS kamerával készített képe.
A baloldali földi távcsővel készült képen egy szupernova is látható, amely maximális fényessége 13 magnitudó volt, a jobb oldali képen pedig a galaxis részletei is jól láthatók, a spirálkarban levő különböző csomósodások és alakzatok, valamint kiskörrel a szupernova helye is. A galaxis egyébként az NGC 3370-es számú galaxis, amely a LEO oroszlán csillagképben található, és mintegy 98 millió fényévre van tőlünk. A két kisképen össze lehet azt hasonlítani, hogyan fedi le az égbolt, nevezetesen egy gömbhalmaz területét, a Hubble űrtávcső VFPC-2, vagyis második széleslátószögű és bolygókamerája, a fordított L alakú kép, plusz a kis bolygókamera rész, zölddel jelölve a baloldali képen, illetve a jobboldali képen ugyanannak a gömbhalmaznak a területét hogyan tudja lefedni az ACS, vagyis fejlett kamera égbolt felmérésre nagy látószögű csatornája, azok detektorai. Sokkal nagyobb területet lefed, és nagy érzékenységgel tud felvételeket készíteni az új ACS kamera a VFPC-2-höz képest. Nevezetesen a széles látószögű csatornákat összehasonlítva az ACS 1/10-szer annyi expozíciós idővel el tud érni akkora fluxust, össze tud gyűjteni, mint a bolygókamera. Tehát amíg a bolygókamerával 100 másodpercet kell ugyanannak a fluxusnak az eléréséhez exponálni, addig az ACS-szel elegendő 10 másodperc is. A Hubble űrteleszkóphoz indított 5. és egyben legutolsó Ceres misszióra 2009. május 11. és 24. között került sor az Atlantis űrrepülőgép segítségével. Ekkor az utolsó Ceres misszió során az űrtávcsőt fel kellett készíteni annyira, amennyire csak lehet az elkövetkezendő hosszú évekre, amíg a műszerei és berendezései működnek, hiszen nem volt több lehetőség már űrrepülőgéppel szervizmissziókat indítani az űrteleszkóphoz. 2011-ben ugyanis az amerikai űrrepülőgép programot leállították, hiszen az űrrepülőgépek ekkora már technikailag elavultak voltak, és sok szempontból balesetveszélyessé is váltak. Ezen a képen a Hubble űrtávcső felállítását látjuk, az űrrepülőgép hoztengelyére merőlegesen, a rakterétől kicsit elemelkedve, és ekkor egy ilyen helyzetben az űrtávcső szerelése könnyen megvalósítható. Tulajdonképpen minden szervizmissziót hasonló módon hajtottak végre, az űrrepülőgép tulajdonképpen a űrtávcső alja alá állt, és az űrhajósok könnyen hozzáférhettek, és az űrrepülőgép rakterének manipulátor karja pedig szintén el tudta érni az űrteleszkópot. Az 5. és egyben legutolsó szervizmisszió során 2009-ben kicserélték a már régóta működő széleslátószögű bolygókamera második példányát az új széleslátószögű kamerára, a VFC-3-ra. Eltávolították, kivették a régóta jó működő szemüvegét, idézőjelbe a távcsőnek a COSTAR korrekciós optikát, amely javította a főtükör hibáját. Megjavították a teleszkóp képalkotó spektrográfiát, az TISZT, amely ultraibolya tartományban és látható tartományban is működik. Megjavították a jól működő nagyfelbontású és érzékeny ACS, vagyis fejlett kamera égbolt felmérése kamerát, kicserélték a giroszkópjait, tehát a lentkerekeit, amely a stabilizálást és az irányválást biztosítja, kicserélték az FGS, vagyis Fine Guidance Sensort, nagy érzékenységű navigációs irány érzékelőit, kicserélték a telepeit, elektromos ellátást biztosító telepeit, utána
új tulajdonképpen fedélzeti számítógép és adatgyűjtő rendszert helyeztek el rajta, valamint egy olyan mechanikai rögzítő szerkezetet, amellyel meg lehet fogni, lehet rögzíteni a távcsövet adott esetben, hogyha valamilyen elvontatásra, új pályára, állításra, vagy új helyére kell vinni. Tehát ez volt a legutolsó szervizmisszió, ezek voltak a legutolsó szervizmisszió alapvető feladatai. A Hubble űrtávcsőhöz indított legutolsó szervizmisszió során 2009. május 16-án az Atlantis űrrepülőgép egyik űrhajósa szerelési munkát végez a Hubble űrtávcsőn. Az űrtávcső oldalának ajtaja ki van nyitva, és így hozzá lehet férni a belső műszerekhez, berendezésekhez. Az űrhajós szkafanderének cipője pedig hozzátámaszkodik a teher raktérből kinyúló manipulátor karhoz, és így stabilizálni tudja magát a súlytalanság állapotában végzett munka során. A Hubble űrteleszkóphoz indított legutolsó szervizmisszió során 2009-ben felhelyezték a még ma is működő és igen fontos megfigyeléseket és felfedezéseket tevő VFC-3, vagyis harmadik generációs széles látószögű kamerát. Ennek a szerkezete bal oldalt középen látható. Jobb oldalon fent pedig az Atlantis űrrepülőgép űrhajósai behelyezik az űrtávcsőbe az új kamerát. A jobb alsó kis képen pedig az látható, hogy az egyes kamerák a Hubble űrtávcső fedélzetén milyen felfedezési hatékonysággal tudnak működni. A leghatékonyabbnak az ACS, tehát a fejlett kamera égbolt felmérésre nagy látószögű csatornája bizonyult. Ezt követi a most 2009-ben behelyezett legújabb VFC-3 széles látószögű kamera, viszont ez utóbbi sokkal nagyobb, sokkal szélesebb spektráltartományt fog át az ACS-hez képest, egészen a közeli ultraibolyától a közeli infravörsig beleértve a látható fénytartományt is. A következőkben rátérünk a naprendszer nagybolygóiról és holdjairól az elmúlt 30 év alatt a Hubble űrtávcsővel kapott legérdekesebb, legfontosabb eredmények ismertetésére sok képanyaggal. Meg kell jegyezni, hogy 2006. augusztusától a Nemzetközi Csillagászati Unió prágai közgyűlésétől számítva a Plutót nem tartjuk nagy bolygónak, hanem törpe bolygónak minősítették át. Tehát az addig 9 ismert nagybolygóból 8-at ismerünk, a Neptunusszal, mint 8. bolygóval bezárólag. Ezen a képen egy összefoglaló lista látható arról, hogy milyen fontos és érdekesebb eredmények születtek a Hubble űrtávcsővel utóbbi 30 évben a nagybolygókról és bizonyos holdjaikról. Fontos kiemelni az OPAL rövidítésű megfigyelő programot, amely 2011-ben indult, és a űrteleszkóp harmadik generáció széles látószögű kamerát használja a gázóriások és jégóriások megfigyelésére, tehát a Jupiter, Saturnus, Uranus és a Neptunus légkörének megfigyelésére. Majd az egyes képeken később láthatjuk az eredményeket részletesebben is. Itt fontos kiemelni, hogy a Vénuszt is megfigyelte az űrtávcső, annak felhőzetét, légköri áramlásait és szeleket vizsgálta, a Holdat is megfigyelte, bár nem sokszor, de a felszín ultraibolya tartományban történt megfigyelése érdekes eredményeket adott a kőzetekről és körzetalkotókról, bizonyos kiválasztott területekről. Mars esetében a légkör változásait is megfigyelte ultraibolya tartományban, illetve porviharokat, azok kialakulását és befejezését, időbeli végigkövetését, az átlátszóság változását, illetve felszíni leszállóegység területeinek nagy felbontású földről, vagy földkörüli pályáról történő nagy felbontású megfigyelése lehetővé vált a Hubble űrtávcsővel. Nem véletlenül, hogy a kamerák
közül a VFPC-1-et és a VFPC-2-t bolygókamerának is hívják, mert a bolygók megfigyelése volt az elsődleges feladata nagy felbontással ezeknek a kameráknak, természetesen világegyetem más objektumait is megfigyelték vele. A Jupiter esetében fontos kiemelni azt a rendkívül váratlan és érdekes megfigyelési sorozatot, amikor a Shoemaker levé 9 üstökös darabjai, mint gyöngycsor darabok, beestek rá, hullottak, becsapódtak a Jupiter légkörébe 1994-ben, és a becsapódási helyeknek, a gombafelőknek a időbeli változását lehetett követni a űrtávcsővel. Fontos például az örvényeknek a megfigyelése a Jupiter légkörében, így a nagy vörösfoltnak a változásait követi az űrtávcső, és különböző színképtartományban készít megfigyeléseket, például ultrajóban, és fontos felfedezés és megfigyelés, tehát úgy a Szaturnusz, a Jupiter és az Uránusz esetében is a sarki fények felfedezéséről és követéséről. Szaturnusz pólus vidékét figyelte meg, különböző sötét és világos voltokat, a Szaturnusz holdjainak mozgását követte, illetve azok égimechanikai kaotikus mozgását is ki lehetett mutatni. Az Uránusz esetében a tengely körüli forgást lehetett követni a felhők megfigyelése alapján, új holdakat sikerült megfigyelni az Uránuszról. Hasonlóan a Neptunusz heves szeleit, légköri változásait is sikerült követni az űrtávcső segítségével. Dinamikus légköre van a Neptunusznak, ez kimutatta az űrtávcső, és új holdat is felfedezett a Neptunusznál. Az űrtávcsővel a Merkur megfigyelése nem lehetséges, mert csak kis szögtávolságra, mint egy 28 fokos szögre távolodik el legfeljebb a naptól. A limit szög, amivel megközelítheti a napirányát a Hubble űrtávcső, 45 fok. Így tehát csak a Vénuszt figyelheti meg a belső bolygók közül, amikor az a maximális elongációs szöge közelében tartózkodik, tehát mintegy 47-48 fokra távolodik el a naptól. A két kis képen a Föld két bolygó szomszédja látható Hubble űrtávcső felvételén. Balra a Mars a 2016-os opozíció idején látható, észak irány felfelé van, látható a kifejezett határozott északi pólus sapkája, tőre délre látható nagy terület, sötét terület, ez a Mare Acidalium területe. A déli féltekén, de fölfelé elnyúlva a hegyes nyúlvány sötét terület, a Margaritifer Sinus, tőle jobbra látható sötét sárgás-barnás síkság, síkvidéki résznek több neve is van, egymás mellett helyezkednek el ezek a területek, Éden, Moab és Arábia. A Mare Acidaliumtól balra látszik a bolygón levő sárgás-barna terület, a Kríze régió és a Tarsis Arcadia vidéke. Jobb oldali képen a Vénusz látható a felhősávjaival, sem földi, sem a Hubble űrtávcső nem tud lelátni optikai tartományban a felszínére, csak helyszíni űrszondák, vagy földi, vagy helyszíni radar megfigyelésekkel lehet feltérképezni a Vénusz felszínét, vagy pedig a felszínére leszállt szondákkal. A két kép a Hubble űrtávcső Vénusz megfigyelését mutatja 1995. január 24-éről. A felvételt a második széleslátószögű és bolygókamera a VFPC-2 készítette, és ultraibolya tartományban mutatja a Vénusz felhősávjait és légkörének szerkezetét. A baloldali képe színes kép, a jobb oldali kép pedig fekete-fehéren kontrasztosan ábrázolja a Vénusz légkörét. Sokszor a fekete-fehér képeken több részlet figyelhető meg, de hasznosak a színes felvételek is, mert ezek közelítő becslést adnak arról, hogy milyen összetételű lehet ott a
bolygó anyaga, a légköre vagy éppen felszíne, Vénusz esetében csak a légkör tudjuk megfigyelni. Amatőr csillagász bolygó megfigyelőknek is érdekes téma lehet a Vénusz sötét világos foltjainak megfigyelése, főleg a Terminátor környéken ezek nagyon kihangsúlyozottak, és érdemes színszűrőket használni a vizuális megfigyelések során kis, közepes távcsövekkel is. Ezt a képet érdekes megnézni abból a szempontból, hogy a Hubble űrtávcső és a Vénusz bolygó együtt látható a napkorongja irányába, amikor Vénusz átvonult a napkorongja előtt 2012. június 6-án. Ekkor természetesen a Hubble űrtávcső nem is fordulhatott a nap és a Vénusz felé sem. A fotót Thierry Legault asztrofotós készítette, Queenslandből, Észak-Kelet-Ausztráliából, egy Takahashi 106-os ED apó refraktorral, Nikon D4 fényképezőgéppel, másodpercenként 10 képet készített és 9 képet használt a eredménykép eléréséhez. A Hubble űrtávcső átlósan vonul el a Vénusz fölött a képen, és kis körrel be van jelölve. A képen Thierry Legault asztrofotós látható, aki 2012. július 8-án rekord korai újholdat fotóz éppen a már említett Takahashi FSK 106-os ED refraktorával, amelynek nyílásviszonya 1:4-hez, és egy losszmadi titán mechanikára van elhelyezve, mivel a nap közelében levő újhold és más égi objektumok fotózása igen nagy elővigyázatosságot igényel a nap közelsége miatt, ezért egy kitakaró speciális ernyőt is használ, amelyen kizárólag csak a távcső lát át, és a nap ki van takarva. Ezzel a távcsővel készítette a már bemutatott Vénusz átvonulás és vele együtt a napkorongján látszólag elvonuló, átvonuló Hubble űrteleszkóp fotóját is. A Hubble űrtávcső bár nem sokszor, de a holdat is megfigyelte, annak kiválasztott érdekes területét. A HST-vel a hold megfigyelése nem történhet akármikor, a hold nem lehet túl kis szögtávolságra naptól, legalább 45 fokos szöget kell bezárni a hold irányának a naphoz, hogy a Hubble űrtávcső a megfigyeléseket végezze, vagyis körülbelül első negyed holdtölte és utolsó negyed közötti időszak alkalmas a Hubble-el a hold megfigyelésére. A Hubble űrtávcső által megfigyelt holdfelszíni területek az Apollo űrhajók leszállási helyei voltak, különösen az Apollo 15 és az Apollo 17, valamint a hold egyik legérdekesebb geológiai, szelenológiai szempontból legérdekesebb, legösszetettebb területe az Aristarchus kráter és környéke, amely nagyon érdekes holdi, ősi, múltbeli vulkanológiai és egyéb geomorfológiai nyomokat tartalmaz. A Hubble űrtávcső az Apollo leszállóhelyeken és az Aristarchus kráter vidékén kívül más területeket is megfigyelt a Holdon, többek között a Copernicus krátert. A Copernicus kráter egyébként egy meg nem valósult, de tervezett Apollo leszállóhely lett volna. Éppen 1973-ban Copernicus születésének 500. évfordulója alkalmából, de sajnos ez az Apollo program megrövidítése miatt nem valósulhatott meg. A Copernicus kráterről készült felvétel a Hubble űrtávcsővel. A Copernicus kráternek egy részlete látszik. Merőleges, csaknem merőleges napfénybeesés esetén, tehát holdöltéhez közeli fázisban készülhetett a kép. A központi csúcsa a kráternek, vagy annak egy részlete látható, az aljzata, illetve a pereme felé haladva a kráterfal lépcsőzetes szerkezete. A Copernicus egy 93 km átmérő kráter, kis távcsővel jól megfigyelhető és bemutatások érdekes témája lehet.
A Hubble űrtávcsővel a Copernicus kráterről és vidékéről készített kép. A Copernicus kráter egy 93 km átmérőjű becsapódási kráter, itt a képen nagyon fényes a belseje, ez is a fiatal korára utal. A krátertől sugársávok, fényes sugársávok látszanak kiindulni, amelyek a becsapódáskor fröccsent friss anyagnak a lenyomatai a felszínen, visszahullott anyagnak a lenyomatai, és ezek a sugársávok mintegy 800 km hosszan követhetők a hold felszínén. Amennyiben ezek egy sötét mára területen haladnak keresztül, akkor sötét háttéranyaghoz képest feltűnően fényesek és szépen végigkövethetők, akár kis távcsővel is. A Copernicus kráter névadója a hold geológiai korszakainak egyikének, az úgynevezett Copernicusi kornak, ez egy nagyon fiatal kor viszonylag a hold felszínén, 1,1 milliárd évtől a napjainkig terjed. A hold Copernicus kráterének korát mintegy 800 millió évesre becsülik. A Hubble űrtávcső közvetett úton, de megfigyelte a Vénusz bolygó nap előtti elvonulását. Nem úgy, hogy közvetlenül nap felé fordult, mert ezt nem szabad a Hubble űrtávcsővel tenni, hanem úgy, hogy a hold felszínét figyelte, annak egy kiválasztott részét, például a Tycho fényes kráter környékét, és színképelemzéssel meghatározta, hogy a Vénusz légköre milyen összetételű. Ugyanis a nap fénye átszűrődik a Vénusz légkörén, a Vénusz kiszedi a nap fényéből azokat a részeket, amelyek az ottani a Vénusz légkörére jellemzőek, és ezt a holdról visszavert napfény elemzésével a Hubble űrtávcső meg tudja állapítani, hogy melyek azok az anyagok, amelyek a Vénusz légkörében ezt a szűrést tették. Itt tehát a Vénusz légköre megfigyelhető. Most a Hubble űrteleszkóppal készült Mars megfigyelésekből mutatok be egy válogatást, a legérdekesebbeket, vagy amelyeket én legérdekesebbnek tartottam. A Hubble űrteleszkóppal a Marsról 2001-ben készített képet láthatjuk. Észak felfelé látszik, a pólus körüli vidéken felhők vannak, az a nagy fehér felhősáv. Itt az a egyenlítő környékén baloldalt benyúló kis nyúlvány, sötét nyúlvány, az a Margaritifer sinus. Fölötte észak felé a felhők felé látszik a Mare Acidalium. Ez a nagy sárgás-sárgás-barnás terület itt a középen több területnek az együttese, az Éden, a Moab és az Arábia területe. Ez a déli féltekén az egyenlítőtől délre levő sáv pedig tulajdonképpen a Sinus Meridiani és a Sinus Sabaeus. Az a nagy jobb oldalt levő sötét sáv a Syrtis Major vidéke. A Mars 2007-es láthatósága idején a Hubble űrtávcsővel készített felvétel észak irány fent van. Északon a fehér felhősáv van a északi sarkvidék körül. Középen ez a nagy vöröses, világos, barnás terület, ez több területnek az együttese, az Éden, Moab és az Arábia területe. Ez a jobb oldalon benyúló, északról délfelé benyúló sötét sáv, jellegzetes sáv, ez a Syrtis Major. Viszintesen az egyenlítőtől délre eső sötét sáv terület, ez a Sinus Sabaeus és a Sinus Meridiani. Tőlük balra, a perem felé, de az északi féltekén a felhősáv felé, az a sötét terület, pedig a Mare Acidalium területe. A Hubble űrtávcsővel készített két felvételen
jól látható, hogy mi a különbség, amikor a Marson nincs porvihar, ez volt 2016-ban, a baloldali felvétel mutatja ezt, ekkor egészen szépen leláthatunk a felszínéig, és a felszíni alakzatok megfigyelhetők. Ellentétben 2018-ban, amikor erős, hosszú ideig tartó porvihar volt a Marson az oppozíció idején, és amikor földközelben volt, és ekkor sajnos a felszíni részleteit alig vagy legtöbbször egyáltalán nem lehetett látni. Eltakarta a sűrű porvihar, nem volt átlátszó a légköre a Marsnak a porvihar miatt. A porviharok akkor gyakoriak a Marson, amikor a bolygó egyébként napközelben van, és ekkor olyan feláramlások vannak a felszínről, hogy a szelek felkavarják a port, és szét tudják teríteni az egész bolygón. Itt a baloldali képen, amikor látható, jól látható a Mars felszíne, az a nagy vöröses-barna terület, az több terület együttese, az Éden, a Moab és az Arábia területe, az egyenítőtől délre, északfent van, levő sötét sáv, pedig a Sinus Meridiani és a Sinus Sabaeus vidéke. Az a kis, sötét, benyúló sáv, itt a bal oldalon, az tulajdonképpen a Margaritifer Sinus, és fölötte levő sötét terület, pedig a Mare Acidalium területe. Felhők, világos felhők láthatók a Mars felszíne fölött. Itt jobbra látható fényes fehér felhő, egy jellegzetes sötét terület fölött látható, a Sirtis Major fölött. A jobb oldali képen pedig csak a polussapka és a körüli felhők láthatók, a többi részét a porvihar eltakarja a 2018-as oppozíció idején. A 2018-as Mars oppozíció idején készült egyik felvételt mutatja a kép, amelyet a Hubble űrtávcső készített. Nagyon erős porvihar volt az egész bolygón, és csak éppen áttetszik néhány sötétebb alakzat a sűrű, szinte átláthatatlan porvihar alatt. A légkörben teljesen kiszorodott a por. Hogy milyen alakzatokat is takart el ez a porvihar, ezt a következő képen tudjuk azonosítani. Ezen a képen a 2018-as oppozíció idején dúló porvihar által eltakart, de még éppen a Mars felszínéről áttetsző alakzatokat mutatja a kép. A Hubble űrtávcső harmadik széles látószögű kamerája UVIS, tehát ultraibolya és látható tartományban érzékeny csatornájával több szín tartományban készült felvétel kombinációján. Látható, hogy a északi pólussapka és a körüli felhők fehér színben megfigyelhetők, viszont éppen áttetszik az Arábia felföld, a Sinus Meridiani területe, az a sötét sáv nyíla jelölve, ott van az Opportunity NASA leszállóegység, Mars Rover, a Sinus Sabaeus tulajdonképpen vízszinteshez közeli sávja, sötét sávja az egyenítő alatt, és tőle jobbra lent pedig a Hellász világos területe, amely általában a porviharok, a nagy porviharok kiindulási helye. A déli pólussapka felett szintén felhők látszanak. Érdekessége a felvételnek, hogy a Hubble űrtávcsővel mind a két Mars hold is látszik, jobbra látható a Phobos bekarikázva, és balra lent pedig a Deimos szintén bekarikázva. Észak fölfelé látszik a képen. 2018 nyarán a Mars, a Szaturnusz és a Jupiter jól látszottak a nyári égbolton. A Marson porvihar dúlt, amint a HST felvételen mutatja, és alig látszottak, vagy egyáltalán nem is látszottak rajta alakzatok. Itt éppen a Sinus Sabaeus és Sinus Meridiani sötét sávja látható, az egyenítőtől délre észak fent van, az északi pólussapka körüli felhők is látszanak.
A Szaturnusz és a Jupiter ellentétben ezzel jól látszott, és a Hubble űrtávcső felvétele a Szaturnuszon jól mutatja annak felhősávjait, illetve gyűrűrendszerét a legfeltűnőbb részeivel és osztásokkal. Egy érdekes Mars megfigyelés mutatok be itt, egy gombafelhőt, ami a Mars peremén látszott a nyílan jelölt helyen. A felvételt amatőr csillagászok készítették 2012. március 20-án zöld színszűrőn keresztül. Ez ma még nem ismert, hogy mitől ered, többféle magyarázat is van ennek a feltűnő amatőr csillagászok által is kis távcsővel megfigyelhető és rögzíthető jelenségnek a miben létéről. Ezen a képen is a Mars pereménél megfigyelt gombafelhő amatőr csillagásza által készített felvétel látszik a Nyíl hegyénél. A felvétel március 20-án készült. A Mars peremén 2012. március 20-án amatőr csillagászok által megfigyelt gombafelhő helyzete és alakja látható. A sárga körrel bejelölt helyen van a Mars pereménél a felhő, és ennek kinagyított részete és fejlődése látható a bal oldalt a kisebb képeken. Nem ez volt az első gombafelhő, amelyet 2012. március 20-án amatőr csillagászok felfedeztek és fotóztak a Mars pereme közelében, hanem már a Hubble űrtávcső széles látószögű bolygókamerájának második példánya, a VFPC-2 is figyelt meg egy-egy ilyen gombafelhőt a Mars felszíne közelében, a peremnél, 1997. május 17-én és június 27-én. A képen látható Mars globusz balra fent, ott 8 óra irányában látszik a perem közelében, majd később részletesen egy másik képen lehet látni. Észak felfelé van. A kép kinagyított részeit alul látszik, és látható, hogy a sötét sáv a Mars felszínén, az a kinyúló rész, az a Margarita-Fer színusz, és attól balra, a sötét részen elindulva elérjük azt a felhősávot, amely kapcsolatos azzal a kis gombafelhővel, ami a Mars peremén látszik az 1997-es Hubble űrtávcső felvételeken. Ezen a képen jól látható az a kis gombafelhő, amely piros körön belül van a Mars pereménél, amelyet a Hubble űrtávcső VFPC-2, tehát második széles látókörű és bolygó kamerája készített 1997. május 17-én és június 27-én. Az előző képeken már azonosítottuk a Mars felszín alazatokat, az a egyenlítőtől délre levő nyúlvány, északfent van, az a Margarita-Fer színusz, sötét terület. A sötét területen tovább haladva balra eljutunk körülbelül 8 óra irányába a piros körig, amelyen belül a gombafelhő látható. Az északi pólussapka is látszik a felvételen. A Hubble űrtávcsővel 1997-ben és amatőr csillagászok által 2012-ben megfigyelt gombafelhők, amelyek a Mars felé emelkednek, eredetére többféle magyarázat is lehetséges. Az egyik kézenfekvő magyarázat lenne az, hogy nagyobb meteor vagy meteoroid csapódik a Mars felszínébe, és a kidobott, keletkezett törmelékfelhő magasba jutva földi távcsövekkel a Mars pereménél gombafelhőként megfigyelhető jelenséget mutat. Az, hogy a Mars felszínén voltak nem is olyan régen meteor becsapódások, az például a Curiosity NASA Mars járó felvételére is mutatja. Itt a jobb alsó kép egy vas meteorit darabját szemlélteti, amely a felszínen maradt és megfigyelhető. A felső képen pedig egy fiatal, friss becsapódási krátert lehet látni a Mars egyenlítőinek közelében, és még a sugársávjai
és látszanak, és látszik, hogy fényes, friss, éles peremű kráterről van szó, tehát a Mars eróziós folyamatai nem rombolták, nem erodálták még le sem a kráter, sem a sugársávokat, tehát ez viszonylag fiatal kráter. Tehát jelenleg is vannak becsapódási események a Marson. Fiatal, friss becsapódási kráter a Mars felszínén. A képet a NASA Mars Reconnaissance Orbiter űrszondája készítette 2003-ban. A kráter a Mars egyenlítője közelében helyezkedik el az Aurora Sinus területén, átmérője mintegy 30 méter. Fiatal korára az éles pereme, a fényes aljzata és perem területei, illetve sugárirányban húzódó, fiatal korára utaló sugársávjai vannak. Mars eróziója még nem kezdte ki, nem pusztította le a krátert, és nem fette el a sugársávokat. Ez azt is jelenti, hogy a Marsra jelenleg is hullanak meteorok, meteoroidok, vannak becsapódási események, és keletkeznek kisebb-nagyobb kráterek. A Mars térképen látható az Aurora Sinus helye, ahol a 2003-ban a Mars Reconnaissance Orbiter szonda által lefényképezett 30 méteres friss becsapódási kráter található. 2014. október 19-én egy érdekes és ritka kozmikus esemény következett be a Mars közelében. A C-2013A1 Siding Spring üstökös, amelyet egy évvel azelőtt fedeztek fel, rendkívül közel haladt el a Mars mellett, mintegy 140.496 kilométerre. A 2013A1 Siding Spring üstökös pályája olyan, hogy szinte szembe halad a bolygó keringési irányával a kis égitest, a Mars pályáját egy körév jelöli, és az óramutató járásával ellentétes irányban kering a képre nézve, hasonlóan a kék színnel jelölt pályájú Föld is. Az üstökös 2014. október 25-én került napközelbe, közel 1,4 csillagászati egységre a naptól. A pályája kissé hiperbolikus az előzetes pálya adatok szerint. A pálya síkja, a Föld pálya az ekliptika síkjához mintegy 129 fokos szögben hajlik. Ha ez a szög 90 foknál nagyobb, az azt jelenti, hogy az üstökös pályája retrográd, vagyis szinte szembe halad a nagybolygókkal. Itt ez a 129 fok azt jelenti, hogy alig tér el a merőlegestől, de ahhoz, hogy szembe haladjon, kell, hogy 90 foknál nagyobb legyen ez a szög, és kissé a szembehaladás megmutatkozik az inklináció szögében. A Hubble űrtávcső is megfigyelte a Marshoz közeledő 2013 I Siding Spring üstököst, a VFC3, vagyis harmadik generáció széles látószögű kamerája UVIZ csatornáján, ami ultraibőja és látható tartományban alkot képet. A baloldali kép 2013. október 29-én készült, a középső 2014. január 21-én, a jobboldali kép pedig 2014. március 11-én. Látható az üstökös szétterülő széles porcsóvája, legalábbis annak kezdete, és az is megfigyelhető, hogy a maghoz közeli tartományból szétterülő porjetek, pornyúlványok látszanak, amelyekből kiszabadult por alkotja és alakítja ki az üstökös porkómáját és porcsóváját. A Marshoz közeledő 2013 I Siding Spring üstökös felvételét láthatjuk, és annak képfeldolgozással kierősített változatát. Az eredeti felvétel a HST-VFC3 UVIZ csatornájával készült, a bal oldalon látható, a jobb oldalon pedig ennek kierősített képfeldolgozással javított változata, amelyen látszik, hogy a maghoz közeli tartományban éles porjetek vannak, és
Az ezekből kiszabadult por alakítja ki az üstökös porkómáját egy széles, elterülő porcsóváját. A megfigyelés 2014. március 11-én készült, több hónappal a Marssal való találkozás előtt. A 2013 ágy Siding Spring üstököst Damian Peach, angol asztrofotós, amatőr csillagász 2014. július 28-án lefényképezte egy 20 hüvelykes, 1:4,5-hez nyílás viszonyú tükrös távcsővel. Egy ilyen távcső kiválóan alkalmas mély objektumok és üstökösök megfigyelésére. A CCD felvételen az üstökös a látszó égi pálya során olyan helyre ért, ahol egy érdekes galaxis van, ez a Fornax A, rádiógalaxis. A galaxistól 8 óra irányban látható az üstökös, a zöld gázkómájával, és két irányban is látható elnyúlt porcsóvájával. Ez egy porcsóva valójában, de a térben nézünk rá, és ahogy a pályája mentén szétszórja a port az üstökös, ezért látszik ilyen elágazónak a porcsóva. Az üstökös még jóval a napközelsége, illetve a Mars bolygó közelítése előtt van, mert ezekre az eseményekre 2014. októberében került sor, tehát mintegy 3 hónappal a felvétel készítése után. A 2013 ágy Siding Spring üstökös együtt látható a Marssal, amikor az üstökös a Mars közelében volt, a HST Hubble űrtávcsővel készített kompozit felvételeken. Ez a felvétel úgy készült, hogy a Marsot külön fényképezte az űrtávcső október 18-án, illetve több felvétel összekombinálásával alkotta meg az üstökösről a képet 2014. október 18 és 19 között. A csillagos égi háttér olyan, hogy a Mars és az üstökös helyzete akkor van, amikor a legközelebb volt a Marshoz. A Mars oppozíciós időszakai, illetve ekkor földközeli időszakai is alkalmasak arra, hogy űrszondát indítsanak a vörös bolygó részletes tanulmányozására, űrtávcsöves megfigyeléseket készítsenek a Föld körüli pályán keringő űrtávcsövekkel, nevezetesen például a Hubble űrtávcsővel, illetve a Föld felszínűr nagy távcsövekkel, illetve kisebb-nagyobb amatőr csillagászat távcsövekkel meg lehessen figyelni. Igen nagy Mars közelségek voltak, ahogy a táblázatban nagy betűkkel és számokkal van kiemelve, a 2001, 2003 és 2005-ös Mars közelségek, amikor 2003-ban 0,37 csillagászati egységre volt a Földtől legközelebb a Mars. Jelentős volt még a 2016-18-as és majd lesz ebben az évben a 2020-as Mars közelség. A 2018-as két évvel ezelőttinek az volt az érdekessége, hogy hatalmas porvihar volt a felszínén, felszíne fölött, és olyan átlátszatlan volt a bolygó légköre miatt, hogy sajnos a részleteit nem lehetett a felszíni részleteket megfigyelni. Ekkor 0,38 csillagászati egységre közelítette meg a bolygó a Földet. 2020 ez évben októberben lesz, 41 csillagászati egységre. Majd újra a nagy csillagászati értelemben nagy föld közelségben lesz a Mars 2033, 35 és 37-ben, amikor szintén 0,38 csillagászati egységre lesz 2035-ben tőlünk. Ezen a képen a Mars pálya felülnézetben látható, a Föld pálya is fel van tültetve, és a két pályát összekötő azon kis szakaszok, amikor a Mars legközelebb volt a Földhöz. Ez egyben az oppozíciós időszakot is jelenti. Néhány nap különbség van az oppozíció, illetve a Föld közelség időpontja között. Látható, hogy 2016 májusában nagyon kedvező volt a Mars közelség, majd ehhez képest még kedvezőbb lett 2018-ban a távolságot tekintve,
de akkor a porvihar elvette előlünk a bolygó felszínét. Most, 2020-ban pedig egy kicsit nagyobb távolságra lesz tőlünk a Mars, de még mindig kedvező közelségben, és az égen magasabban fog látszani, tehát hosszabb ideig fog lenni az éjszakai láthatósága a horizont fölött, illetve a földi légkörzavaró hatásai nem zavarják annyira, mint az elmúlt 2-3 opozíció idején, amikor a nyár égbolton alacsonyan volt. A P perihélium a Marsnak a képen egy óra irányban látszik, tehát amikor a Mars a perihélium körüli opozíciókban van, akkor várható, és ez gyakran előfordult, hogy hatalmas globális porvihar dúl a Marson, a légkörbe rengeteg por jut, és elképzelhető, hogy ilyenkor teljesen elfedi hónapokig a Mars felszíni részleteit a földi megfigyelők számára, vagy az űrtávcsős megfigyelések számára a porvihar. Reméljük, hogy most a 2020-as októberi Mars közelség idején nem lesz ekkora porvihar. Ezen a képen a Mars nagy földközelségei, időpontjai és távolságai érzékelhetők, a Földhöz mikor volt legközelebb, és a Mars pálya perihélium vagy napközel pontjának helyzetéhez képest hol következtek be ezek a nagy földközelségek. A 2018. július 27-i opozíció idején nagy porvihar volt, de például amikor 2003-ban volt perihélium közeli opozícióban Mars, legközelebb volt az utóbbi időkben és a közeljövőben is, 2003-ban a perihélium irányához és perihélium ponthoz a Mars, ekkor viszont le lehetett látni a felszínére. Nem minden perihélium opozíció során vannak nagy globális porviharok, de sajnos 2018-ban a nagy porvihar több hónapig elfette tőlünk a Mars felszíni részleteit, nem volt átlátszó a Mars légköre. Reméljük, hogy a most 2020. októberében bekövetkező perihélium utáni Mars opozíció és földközelség idején le tudunk látni a felszínre, és távcsővel megnézhetjük a részleteit, hasonlóan a Hubble távcsőtől is érdekes felvételeket várunk ilyenkor. Ez a képekkel illusztrált táblázat azt mutatja, hogy mekkora lesz a Marsnak a látszó mérete a Föld közelsége idején, az opozíció környéki időpontokban, és milyen csillagképe irányában látszik a Földről nézve. Milyen földtávolságai vannak, milyen naptávolsága van, és milyen látszólagos fényessége és látszólagos átmérője van. Például a nyári égbolt csillagképei között volt 2016-18 opozíció idején, a Skorpióban és a Bakban. Ekkor tőlünk nézve viszonylag alacsony volt, és hamar lenyugodott az esti órákban, illetve a földi légkör elnyelése és zavaró hatása erősebben érvényesül, amikor alacsonyan látszott a horizont felett a Mars. Most 2020-ban, októberben a halak Pisces csillagkép irányában látszik a Mars, deklinációja plusz 5,5 fok lesz, a látszólagos fényessége mínusz 2,6 magnitudó, látszólagos átmérője 22 év másodperc. Összehasonlításul ez egy picit kisebb, mint a 2018-as távolságot tekintve nagyon kedvező opozíció idején, akkor 24 év másodperc volt, de ez valószínűleg igen élvezetes képeket, megfigyeléseket fog nyújtani, míg a 2020-as opozíció idején a 22 év másodperces látszószög átmérő. Ekkor 41 század csillagászati egységre lesz a Földtől. Később, 2022-ben már felmegy a Bika csillagképbe, ott lesz opozícióban, 17 év másodperces szögátmérővel, és így tovább megy a Geminibe, a téli égbolt csillagképei között,
2025-ben, majd újra visszatér a Leo oroszlán csillagképbe 2027-ben, a távlat első sorában 2012-ben volt utoljára az oroszlán csillagképben a Mars. Akkor és a jövőben is 2027-ben 13 év másodperces a látó szögát mérője. Tehát a most őszi opozíció idején érdemes figyelni a Marsot, viszonylag magasan lesz az égi egyenlítő körül a halak csillagképben, és viszonylag nagy szögátmérőt fog mutatni. Reméljük, nem lesz porvihar rajta. Ezen a csillagtérképen a Mars bolygó látszó égi útja látható 2020 májusa és 2021 márciusa között. A bolygó pályáját szemléltető vonal be van jelölve a térképre, jobbról balra mozog a bolygó, lentről felfelé, azaz délről észak felé, a térképen észak fent van. Az Aquarius, vagyis vízöntő csillagképből indul ki a térképen a mozgása, egy kicsit átmegy a Cet csillagképbe, majd visszatér a halak csillagképbe, mint állatövi csillagképbe, ahol most 2020 októberében lesz majd a elkövetkezendő opozíció és földközelsége, majd tovább halad az ő székbolton az Aries, vagyis Kos csillagképen keresztül, a télégbolt csillagképe a Bika csillagkép felé, a Taurus felé. 2021 márciusában látszólagos közelségben lesz a Fiascsúk csillaghalmazzal, attól délre fog elhaladni, és tart a 2022-es következő opozíció és földközelsége felé, amely majd a téli égbolt csillagai között fog bekövetkezni a Földről nézve. Ez a csillagtérkép a Mars bolygó látszólagos égi mozgását mutatja 2020 májusa és 2021 márciusa között. A térképen a háttér az fekete az előzőhez képest. Itt jobban látszik az Uranus és a Neptunus látszó mozgása ebben az időszakban egy kis szakasz, tehát a Mars látszólag elhalad a két külső bolygó közelében az égen. A Mars pályája itt az Aquarius, Cet, Pisces, Aries, Taurus csillagképek között húzódik, és tulajdonképpen 2020 októberében lesz a legközelebbi opozíciója és földközelsége a Pisces halak csillagképben, majd megy tovább a téli csillagképek felé, a 2022-es opozíciója felé, amely majd a téli csillagképek között fog bekövetkezni. A Mars és a Jupiter pályái között húzódik klasszikus kisbolygóöv, a kisbolygók fő övezete. A Hubble űrtávcső is megfigyelt bizonyos érdekes kisbolygókat, amelyek egyrészt űrszondás közeli vizsgálatok célpontjai, illetve valamilyen jelenséget mutatnak, amely váratlan, szokatlan és a fizikai műveletén a jelenségnek érdemes tanulmányozni, és ebből a célból a Hubble megfigyelte ezeket a kis égi testeket. Általában nem volt célja a Hubble űrtávcső megfigyeléseknek a fővbeli kisbolygók megfigyelése, csak úgy, mint a földközeli kisbolygóké sem. Abban az esetben van kivétel ez alól, hogyha valamilyen érdekes jelenséget mutatnak ezek az égi testek, illetve űrszondáknak a célpontjai.